Twitch kacok, GTRP van mindenki kedvence. Ne kapcsold le, léci! Megy az élő adás TikTokon. Várjátok, csak nyomok egy Discord értetését TikTokon. Mindenkit várok nagy szeretettel, aki az itt évőket meg csókoltatom. Szóval nyomok egy értesítést, megy a stream, meg ilyenek. Kicsit beszpemeltem. Cipher Fisher, hogy ilyen korán, sokan kérdezitek, hogy ilyen korán van a stream, gyerekek. Azért van korán a stream, mert megyek a Budafok vasas mérkőzésre, ami este 8-tól van, és általában 7-től szoktam streamelni 9-ig, de most 5-től 7-ig, hogy kiírjek időbe a Budafok mérkőzésre. Szóval sziasztok, szia Melissa, szia Zsolt Gulyás. Gyerekek, nagyon szépen köszönöm, hogyha lájkoljátok a streamet. Tényleg nyomjátok meg a like gombot, kérek szépen titeket. Már csak azért is, mert akkor minél jobban kiajánlja a For You-ba. Remélhetőleg ma azért egy 100 ezer lájkot el fogunk kérni. Tegnap meglett az 50 ezer. Hogyha így elkezditek nyomogatni, nézzétek így nyomogatni a dolgokat, ahogy én csinálom, meg ilyenek így profizmusba, dzsukelbe, yesterday-be nyomtok rá minimum egy 100 darab lájkot, amit nagyon szépen megköszönök, akkor jobban kidobál minket a For You. Este Barca Real meccs. Nem nézem este a Barca Real meccset, azért nem nézem, gyerekek, mert tudjátok mit nézek? Budafok Vasas, gyerekek, Budafok Vasast, és ahogy látom, már jött egy követés, nagyon szépen köszönöm a követést, ma is 100 követő a cél, szóval nagyon reménykedek benne, hogy meg lesz 100 követő is. A Horizon Roleplay szerverén játszunk, hol máshol játszanánk, Magyarország legjobb szerverén, és kacok, bárkinek bármilyen fontos kérdése van, most még fölteheti, és amint föltette, utána válaszolok rá, és utána fölismerjük a szerverre. Kicsit nyomok egy sztorit, hogy megy a élőadás, ez még nyomok egy ilyen kisebb fajta sztori morit, szóval egy másodpercet kérek. Nos, kacok, megy az élőadás TikTokon, mindenkit várok szeretettel, G2RP van, 5-től kezdtünk, mert este Budafok meccs van, szóval gyertek, csatlakozzatok. Ó, köszönöm szépen Fischer Radovánnak az 50 érmét, vagy mit is kaptam, bocsánat, 10 szívet, nagyon szépen köszönöm neked, Fischer Radován, Barikám, alias Blackjack. Na, duranjon a non-RP főnök, hát figyeljetek, én azért RP-zni szoktam, csak non-RP-snek csúfolnak, néha azért is OLM-ként azért befél egy-két non. Mennyit kell fizetni, hogy tudjunk játszani forintba? Semennyit, hát mert följössz a szerverre is, ingyen föl tudsz jönni a szerverre, és ahhoz semennyit nem kell fizetned, hogy együtt játszunk. Viszont nagyon szépen köszönöm itt az ajándékokat is, most is kaptam egyet, nagyon szépen köszönöm Fischer Radovánnak, Blackjacknek a 10 darab mikrofont. Nem is fogom nagyon húzni az idős kacok, én föl fogok menni itt a szerverre, remélhetőleg mindent megoldottam, oh my god, meg ilyenek, nagyon szépen köszönöm itt az ajándékokat, a gyémántokat, a lájkokat is nyomjuk meg, gyerekek, mert már 5000 lájknál vagyunk, mindjárt megvan a 10000 lájk, el szeretném érni, és köszönöm szépen a fánkot is, és se kell tölteni, le tudod tölteni a játékot, de meg is tudod vásárolni, de hogyha letöltöd, akkor is meg kell vásárolni. Szerven rendesen RP-zni, amúgy nem darálnak le folyamatosan, hát Máté Karancset, figyelj, nézd meg a streamet, azt meglátod, hogy tetszik, kicsit kisebbre rakom magam. Biztos, hogy vannak DMS emberek, biztos, hogy vannak olyan emberek, akik kicsit nonosabban játszanak, most nem fogok hazudni, szóval azért nem hazudni járok ide, de azért remélhetőleg fogsz tudni normálisan RP-zni, minden szerveren vannak kicsit nonosabb játékosok, de azért szerintem eléggé jól helyt tudunk állni. Gyerekek, úgy kell lájkolni, hogy elkezditek így nyomni a lájkot, és remélhetőleg ma összejön 100 000 ilyen lájk, szóval nagyon szépen köszönöm, aki segít szétnyomogatni. Szia Barikám, szerinted nyer a Budafok? Dobtam mindkét csapatot és Budafok. Hát én nagyon-nagyon remélem, hogy nyer a Budafok, mert nagyon szívesen megnéznék egy Zalaegerszeg Budafok döntőt a Puskás stadionba. Szóval reménykedem benne, hogy nyer a Budafok, Budafokon lakok, közel is van hozzám a budafoki stadion, nevezzük stadionnak, és ez egy elődöntő, már az is nagy siker, hogy ideig eljutott a Budafok. Jó, nagyon szépen köszönöm a 500 lájkot, gyerekek, nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki megoszta a streamet, köszönöm szépen ezt nektek. Dobtam be a lájkot, gúnyait, nagyon sok lájkot kell dobni, hogy legyen meg a 100 000 követő, Barikám, bocsánat, 100 000 lájkot el szeretném érni mindenféleképpen. Az EP-s problémát még sajnos nem tudtam megoldani, de rajta vagyok az ügyön, nagy remélhetőleg jövő hét folyamán meg is fogjuk tudni. Valaki tud nekem küldeni linket, hol tudom letölteni a... Nyomjuk szét mindenki! Hát az, Barikám, azt nem tudom, azt nem tudom. Ciao, ciao, köszi a ban. Nincs mit, nagyon szívesen. Láttam rólad Gypsy Ryan egy leak képet. Hát nem vagy egy szép gyerek, azért valljuk be.
Szerintem jó lenne visszanézni YouTube-on a streamet, ha lehetne. Vissza lehet nézni YouTube-on a streamet. Minden streamet felszoktam tölteni a VVSM a Gaming Shorts csatornán. Tegnap itt azt nem tudtam, mert sajnos nyomtam bele zenét, és én szép vagyok, igen, nekem Gypsy Ryan, nekem képzeld, de nekem voltak barátnőim, és eddig szép lányok, amikről max te álmodozhatsz, és ha jól tudom, neked még barátnőd se volt, és ami alattad van, annak a horoszkóp jegye az nem más, mint a szűz. Szóval inkább ki is tiltadak. Jaj, igen, a te pacekoddal nem hiszem, hogy bárki szóba áll veled. Nem vagy egy szép látvány, ne haragudjál, de inkább ki is nyomlak. Nekem volt kb. 10, hát az a kép alapján szerintem 0 lehetett, de nem baj, köszönjük, hogy itt voltál, és remélhetőleg majd szerzel magadnak egy normális barátnőt, aki rád ilyen nem túl gusztusos fazonnal, mint te. Na! Itt vagyok. Szócsipőcs alakulat. Na, gyerekek, szócsipőcs alakulat megérkezett, nyomok magamra egy hit, és kimegyek Ducsiból, és eltépézem saját magamat. Nyugi, már itt nincs már itt a Ryan, ki lett nyomva. Hol van a frakcióm? Merre van a frakcióm? Melyik az én frakcióm? Elfelejtem mindig. Ez lesz az. Húha, ma akkor kezdem ott a dolgokat, csak én sem tudom, melyik mindegy, most legyen ez. Sikerült FPS? Gyerekek, elmondom nektek, ezt még gyorsan elmondom, egy ilyen közérdekű közleményt. Ahogy látjátok, az FPS problémát nem sikerült megoldani, elmondom, hogy mi történt, nem fogjátok elhízni, ez tipikus somás sztori, meg ilyenek, hogy mi történt, hogy történt. Van egy informatikus ismerősöm, akivel elég nehéz összehozni a találkozókat, és átjött hozzám az egyik nap, amikor csináltuk, akkor ugye átmentünk OBS-re, és akkor még nem volt erről, hogy átjövök TikTokra, és akkor megcsináltuk OBS-re, hogy ott jól legyen az FPS probléma. Tegnap átjött, hogy megjavuljon az FPS probléma, és már normálisan tudjak streamelni, csak hát tőle venném az SSD-t, elfelejtette hozni az SSD-t, és tegnapi nap során csak kiporoltuk a számítógépet, úgymond vettünk sűrített levegőt, és ezzel kiporoltuk. Szóval nagy valószínűséggel pénteken lesz újra téve az operációs rendszer. Nagyon szépen köszönöm a lájkok, a gyerekek, megvan a 10.000 lájk. Oké, és mindegy, elfutok valahova, az itt a biztos. Na, online-ba leszek, mehetek a szerverre. Gyere nyugodtan, várunk szeretettel. Szóval, hogy igen, van, kimegyek az adminból, azt elfelejtettem. Szóval igen, még az FPS problémák sajnos jelen pillanatban fent állnak, de nagy reménységem szerint meg remélhetően már nem sokáig. Este játszunk? Hát a Budafok Vasas este játszik, sajnos én nem fogok ott játszani, de ma 7-től 9-ig itt vagyok és boldogítalak titeket. Mondjuk ez tényleg eddig kevsője, pedig gondolom nem gagyi géped van. Hát OBS-en, meg ugye én Facebookon streameltem sokáig, ott ilyen 90-100-110 FPS-en van. Nincs gagyi gépem, alapvetően mindent elvisz fullon. Sajnos beindítom ezt a TikTok Live applikációt, és sajnos... Jaj, kaptam ilyen fejest! Köszönöm szépen a sapkát Bakó Bertoldnak! Nagyon szépen köszönöm! Szóval, hogy igen, nincs gagyi gépem. Sajnos valamit a TikTok Live és a Streamlabs valamiért... Biztos figyeljetek, az operációs rendszerrel van valami gondom, ami szerintem valamit keresztbe tesz, de pénteken most már nagy reménységeim szerint, nem mondok 100%-ot, újra lesz rakva az OP rendszer, új SSD-m lesz, és nagy reménységgel ilyen patikán, ilyen jól fog menni a stream, szóval, hogy ez az utolsó FPS problémás stream. Szóval, ja, akkor a TikTok a hibás. Hát figyelj, hogyha az OPS-en 110 FPS-en volt, akkor valószínűleg a TikTok applikáció hibás, meg az operációs rendszere. Gyerekek, már megpróbáltam mindent, nem kell ötletet adni, higgyétek el, hogy tényleg megpróbáltam mindent. Én most már így lenyomom, de nagyon szépen köszönöm, hogyha lájkoljátok az adást, mert... Hello, tökös! Kell egy nyakos! 10k, jaj, de igen, azt is akartam, mert 10k lájk fölött vagyok, nagyon szépen köszönöm. Na jó van, gyerekek, elmegyek a izébe. Az önkorinra, kiveszek egy kis pénzt, meg 100 000-et, ahogy látom kiraboltak, és akkor kiveszem a kedvenc kocsimat, az Airmode. Hát ez nem ez a kedvenc kocsim, de most ez is megoldja. Hogy most live, mert este megyek Budafok Vasas mérkőzésre, ezért hoztam előrébb a live-ot. Szóval elnézést kérek, hogyha kicsit tesztek FPS problémák, kisebb laggok. Ezt most így tudtam megoldani, de hamarosan jobb lesz. Nem tudsz, ami jó kocsit? Kezdő vagyok. Hát figyelj, ha elmész szerelőnek, akkor ott tudsz venni jó kocsikat, mert ott a szerelők azért adnak el eléggé komoly kocsikat, meg a autókeresek. Meddig látsz a live? Este 7-ig lesz a live. Hello! Szóval, hello, vannak... Jaj, este 7-ig lesz a live.
addig becsajozzunk, rámegyünk a csajokra, rámegyünk mindenkire, és megvan gyerekek a 15 ezer lájk, amit meg szeretnék nektek köszönni, és nagyon szépen köszönöm. Ó, Dominik, valami első ajándékot kaptam, GG, köszönöm szépen Dominiknak itt az ajándékot, és kaptam kis fizetést is, nagyon szépen köszönöm, és egyre többen vagyunk, hogyha megosztátok a streamet, azt is nagyon szépen köszönöm, és föltöltöttem amúgy ebben a Szent Momentumban egy videót TikTokra, ide a Vévisoma Gaming csatorna, szóval hogyha lájkoljátok azt a videót is, azt is nagyon szépen megköszönöm, vagy hogyha tovább közitek, mert amúgy ez egy jó videó lett, most lett megcsinálva, megszerkesztve, be is zárom. De Szerpi, hát ki az? Ki az? Ki az? Korrupt Gúnya Péter személyesen? Na, kell magamnak egy testőr, jöjjön velem Gúnya Péter. Megyek uram. Jöjjön. Hát hogyha Five-Man-ed megvan, vagy van GTS-re most már, akkor föl tudsz jönni a Horizonról. Hát figyelj, ilyen papikám, megmondom, örülök, hogy visszatért a városba, kedves uram. Én is. Remélem magában már több probléma nem lesz. Nem lesz. Eddig se volt. Eddig se volt. Akkor legyen így, legyen pénzünk és 100 000-ünk, kedves uram, jó? Így van. Gúnya Péter, kérdezik tőlem itt a fejembe, hogy most van a stream, te most már biztos tudod, az élő adás, hát, hogy most van. Azért, kedves uram, mert megy meccsre. Milyen meccsre megyek? Hát arra, mit tudom én, milyen meccsre. Reál Barcára. Arra biztos. Megy a foci meccsre, az a lényeg. Igen, Budafok Vasasra. Igen. Hétig de szerettek, megjegyezted a felét! Ez egy 4-es osztályzat lenne. Köszönöm így szépen van, az újraközléseket. Budafok ki fog nyerni. Így van, de jól tudod, csak a Budafok! Na, figyelj Gúnya, az a gond, hogy az orvos írt nekem föl egy kis füvetcigit, nem baj, ha így elnyomom? De nyugodtan. Jaj, köszönöm szépen, ez egy orvosi, az nem baj, ugye? Nem. Ki is veszek egy... A Budafokot. Hát, köszönöm szépen, a Ádám Roland nevezetű személyt, tudod, az elnöknek nem mindig lehet a saját nevén, az ugye ez. Gúnya Péter, nem tud nekem adni egy fegyvertet? Igen, uram. Jaj, köszönöm szépen. Hogyha esetleg megtámadnának ezek a goromba gazemberek, akkor azért jó, hogyha a kézen fogható van valami vaktöltény, vagy valami riasztó fegyver, érti, van, uram? Van. Gyerekek, mindjárt megvan a 20 000 ágy. Éppen van. Jó, tudok uram. Magának, csak uram, figyeljen. De akkor el kell velem, igen? Mondja. Annyi a másik, hogy van egy szerelőtelep, ahol nagyon csúnyán bánnak velem, úgy mondom magának. Meg szeretném mutatni, hogy kik ezek az emberek is, és képzelj el, rám támadtak, ide jönnek a városházára, szétgrafitiznek mindent, olyanokat írnak, hogy garázzálkodnak, mondjon le az elnök, megtámadnak, leköpnek, megmutatom. Beviszik őket. Jó, hány éves vagyok? 28 vagyok. Bezárjuk egy kicsit. Jó, hát vagy megbírságolj, vagy beszélgessen el velük keményen, hát jó uram? Beviszik őket, megdorgáljuk egy nyelkén, beviszik, bezárjuk. Akkor megmutatom ezt a szerelőtelepet, jó, kedves uram? Jöjjön velem, hozom a kocsimat. Szia, Dodó! Hát hozom én az enyémet. Nem kell, jöjjön az enyémmel, jó? Valamilyen idióta ismerősöm hív. De szerintem nem idióta, nem veszük fel ezt. Jó, menjünk. Jó, jöjjön utánam, uram, szálljon be! Hello! Meg kell tankolni ezt is. Hát igen, már nincs aki tankolja. Nincs aki tankolja, elmentek itt az emberek. Jó, főtankolom ezt totálisan. Lehet bankkártyáról tankolni, ugye uram? Persze. De nem tudom, miért hívogatnak. Sziasztok, skacok, hello! Az egyik haverom hív, képzeld, itt a fejemben lévő haverom nagyon-nagyon hívogat. De nem veszem föl, nem tudja, hogy most nem érek rá. Érted? Nem vágja, most nem vágja, hogy én üzletekbe vagyok, komoly dolgokba vagyok, és mindenekbe is esetleg. És nem, le kell tegyem. Ez az, Istenem, ez tényleg rendes erőszakos. Megvan közben a 20 000 like, skacok, nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Megvett a 20 000 like. Te is nyomjad Gúnya Péter, míg itt az anyósom vagy. Nyomd be a TikTokot, menj rá a követés gombra, be kell követni a csatornát, az is megvan. Az is megvan, akkor a többieknek mondd el, ameddig én megtankolom itt a kocsit, hogy mit kell csinálni, légy szíves, jó? Kedves uraim. De szállj már, ide kényelmes vagy. Bocsánat. Kedves uraim, a megosztásra azonnal rá kéne menni, most azonnal, és a lájkokat is, és be kéne követni. A VV Soma Gaming 1-et, azonnal. És mondd, hogyha nem baj, hogyha dobnak egy kis pénzt is. Nem baj, hogyha a szponzorok dobnak egy kis fél forintot. Milyen szponzorok? Hát akik dobálják a forintot. Nike, meg emberek, ki? Így van. Hát csak te is az vagy, mert Dominik is most dobolt, tehát te is gazdag az ember vagy. Az a jó. Várjunk. Hé, uram! Mondja csak!
Mi ez az illegális zene itt, uraim? Ez... Ezt ki kell kapcsolni, kikapcsolom én! Rendőr úr, jöjjön! Át kell motoszni! Nem visszük el! Nyomjad, gúnya! Várjál! Hogyan kell kikapcsolni? Hogyan kell kikapcsolni? Nem tudom. Gondoljon a kúra. Kúra? Gondolok arra. Jó, vigyük vissza, nagyon rossz az a zene. Várjon, mert van... Na, nézd meg, mi van a csomagtartóba! Úristen! Vedd ki, és visszavisszük! Na most kivegyem? Persze, kinézzük a csomagtartóba. Köszönöm az ajándékokat, a szemüveget! Na, kikapcsolt az... Köszönöm szépen! Nem, mi történt? Az isteni kár. Az isteni, kapcsold már, gúnya! Kulter szépen, mindjárt várjál csak. Nem tudom kikapcsolni, gúnya, megszüketülök! De várjál, mindjárt, mindjárt. Gúnya, mit csinálsz? Kiveszem a mikrofont, és lefoglalom a gépjárművet. Pillanat. Mondjuk a macsétát, lefoglalom a kedves úrnak a macsétáját. Mondjuk, lefoglalom. Kapcsold meg ki ezt a szarzenét! Várjál! Komolyan mondom, az agyam eldobom! Jó napot! Figyelj, kapcsoljátok meg ki ezt a zenét, ezt próbáljuk elüldözni! Kapcsolj ki a zenét! Kapcsolj ki a zenét! Lefoglaltak a macsítákat! Illegális dolgokat! Nem szabad így mondni! De nem volt semmi illegál, kérem szépen, szálljon meg már minket, kérem szépen, ide hoztuk az autóját is. Köszönöm szépen, akkor cseréltük, ja, jó? Ez egy legális okay. Csere volt. Na, szívesen, látod mekkora cseré. Köszönöm, Dávid Szabi, a maci fejet. Azt adjad majd nekem át, jó? Köszönöm szépen, XD. Hú, jaj, itt lement az FPS-em. Annyi FPS-em van, amennyi IQ-t, 24. Nem, ugye... Ha nem érti a poén, gyerekek, nem érti a poén, gúnya. Hallod? Gúnya, annyi FPS-en van. Azt is vedded. Annyi FPS-en van, amennyi IQ-t. 28. Ez gyerekek, és kiugrik a kocsiból. Ez mennyire? Tízes skálán mekkora? Jaj, Dominik, köszönöm a foci. Mit csinál? Megnéztem, hogy jó-e az aszfalt. Jó? Az utasok jó, az jó, akkor gróv. Vegy akkor gróv. Oda megyünk, köszönjük. Uram! De mindjárt várjon pillanat. Idegális dolgokat találtunk benne, le kell foglalni. Nem tudom, kiraktod. Ide, nem baj, akkor kinyomozzuk, jó? Most szereljük meg a kocsit. Na, hagyjanak minket. Ki fogjuk nyomozni. Köszönöm, hát újra nyomozzokat, nyomozzanak. Hogy hívják maguk? Hogy hívják a kedvesek? Ramirez Sánchez vagyok, személyesen. Lakatos Brandon vagyok. Jó, akkor már egybi maguk is a bűnösök. Igen, van egy ismerősem, Lakatos Brandon, ő is csücsül most. Köszi szép. Igen, szóval menjenek most el, és nyomják meg, uraim, csak annyi szeretnék mondani. Igen, Szuhánszky Péter a legnagyobb ember a városba. Tudjuk, a legnagyobb ember. A legnagyobb ember a városba, Szuhánszky Péter. Akkor nyomjátok a lájkot! Nyomom a lájkot! Nyomjad, mert kilűlek. A fene a fejedet. Majd már most fel, mi ez, napközibe vagyunk, gúnya? Nem tudom. Úgy érzem magam, hogy... Lassan, óvodába. Ugye? Na, találtam 4 metet is, uram. Na, akkor azt szívjuk az csak el? Azért be kellett volna vinni őket, de szívjuk, igen, mert nekem is kéne. Igen, de várjál. De szívjuk már, ne. Akkor mondjál valami, ne itt. Nézd. Jó napot. Hú, már megint követnek? Jó, figyelj. Nem tudom. Direkt most átvertem őket. Figyelj, ezek jönnek utánunk. Barózsolt, nem adhatok modit. Akkor, ha jönnek utánunk, akkor igen, azt kell. Le kell csukni őket most már a francba. Így nem lehet viselkedni. Köszönöm szépen, gyerekek! Tiszta moderátor osztás majd lesz. Köszönöm az ajándékokat! Miért kérdez? Na, adok mentőt közben. Jó, adjad csak, meg fontos ennyi, nekem. Kettő, na figyelj, átmegyünk most a másik szerelőtelepre. Ú, de jó, ki kell... Próbáljuk, kiálljunk csak itt félre. Jó. Ú, nagyon szépen köszönöm a megosztás, meg a lájkokat is, kacok. Mindjárt megvan. Várj, elnyomok ki kell. Nem tudsz kiszállni ahol? Nem, én nagyon benyomtam, se is nyomtam egy spanglettát. Köszönöm szépen, Ákos! Nagyon szépen köszönöm a lájkokat, skacok! Megint csak repülnék.
Én is el tudom ezt. Én is erre illegális, nem tudom, illegális. Izé, körlék, uram. Jó, telefon. Jó, de jó, ez az anya. Van illegális telefonos. Gúnya nyomja. Figyeld, most ide jön, most nagyon rászól. Jó napot. Tessék félre húzódni, kezdődő ellenőrzés, kedves uram. Húzódjon félre, jó uram. Tessék, köszönöm szépen. Állítod a falhoz, jó? Ja. Kedves uram, kérem szálljon ki a gépjárműből. Tiszteletem uram, én vagyok az elnök. Nem, szevasz, tiszteletem. Jó uram, a falhoz álljon. Most köztületi felügyeleteket megnézzük. Itt a bűnös negyedet. Várjál, gúnya! Gúnya, hogy beszéljek vele? Átnézzük itt a bűnös terepeket, itt a bűnös embereket. Épp videóvlogot forgatunk az államnak. Arról, hogy milyen emberek veszélyeztetik a várost, a környezetet és a környezetet. Jó, menjen vissza a falhoz, most is veszélyezteti az épségemet. Hé, menekül, menekül, nem látod? Menekül, sokkold le! Jó meg uram, mert... Sokkold le! Sokkold már le, bodont fejű! Még édesen, maga is vesz, engem mindjárt elősz. Álljon már meg! Álljon a falhoz, miért menekül, mi van magánál? Jaj, nem semmi. Ne álljon vissza a falhoz! Hé! Menj utána! Hát sem. Nem, én nem szerencsejátékozok, skacok. Kapja már el! Kapja már el! Állítsa félre, gúnya! Állítsa félre, gúnya! Álljon meg, uram! Uram, mit csinál? Veszélyezteti a... Mit csinál? Hol vagy, gúnya? Mit csinált a rendőrrel? Mit csinált a rendőrrel? Hova tűnt? Hova tűnt? Fogadjunk, leesett a bal. Hova tűnt? Segítsen, uram, kirabolt, kirabolt! Kirabolt! Elvett a tárcám! Isten! Hol a tárcám, te szemét? Kivetted a zsebemből, amikor oda mentem a közeledbe. Állj a falhoz! Nincs nálam! Hé! Lábod! Találd már el! Álljon már meg, uram! Most már lekokizom! Így van! Lábod, hogy megijedjen! De nem is tudod eltalálni! Na végre! Na uram, menjen a falhoz most már, jó? Most már ne izéljen! A falhoz! Uram! Még rá! Taposok, maradjon itt! Tegye fel a kezét! Hívja az erősítést! Hívja a hatóságokat, jó uram! Át fogom otozni! Bűnök! Te nem se ismersz engem! Nem! Átkezdem átmotozni az urat! Jézus már, uram! Kertész. Figyelj, igen, kertész, viszont ez nem szabad ilyen fegyverekkel mászkálni. És sajnos nagyon szomjas is vagyok, ez kölcsönösszem ezt az üdítőt, jó? Jó, de... Ez milyen, ez ember energy drink? Nem, most el sajnos. Még füvet, Cigi? Eddig az volt nálam? Kajakra? Honnan van neked füvesed ember? Ez baj, uram. Hé, még golyója is van. Na, uram, hát... Szóljunk itt a rendőrségnek, vagy ezt hogy intézzük akkor el ezt? Ezt a dolgot. Hát főnök, hát ismerem. De nem is ismerem. Kertész. Kertész. Ti el ismered? Neked? Amikor nem elkaptuk a Grove-on a izéket. Sose jártam a Grove-on. Várjál, Grove. Mi a fasz? Honnan? Vedd a sapit. Mindjárt megvan a 30 ezer, gyerekek, mindjárt megvan a 30 ezer, dáj, skacó. Ja, maga az? Hát akkor jöjjön velünk, hát miért nem ezzel kezdett, fiam? Ez ott végig, hogy a kertész. Megijedtem tőletek. Jaj, Istenem, hány személyes ez? Négy. Na de jó. Vezetetek? De nehogy fogd a dick, milyen szép. És még bezárod, látod? Azt hiszik, valami egy gyipszik. Nagyon szép. Lehetséges, de azt a szót nem mondjuk most. Váltok egy másodpercet, kérek itt a közérdekű közleményen szeretnék hozzászólni itt a BBC News nézőköz. Nagyon szépen köszönöm, gyerekek. Minden... Most ne jó, most kicsit dugulj be. Jó. Na, nagyon szépen köszönöm, gyerekek, a lájkokat, elértük a 200 lédőt, most 5-től 7-ig van stream, mindenkitől meg szeretném kérni, hogy még jobban kidobjon a forró, hogy lájkolja a streamet. Nagyon szépen köszönöm minden egyes Gézengúznak, aki bármennyi ajándékkal támogatja a streamet, nagyon szépen köszönöm, aki megosztja a streamet, nagyon szépen köszönöm, aki lájkolja a streamet, és nagyon szépen köszönöm, aki hozzászól a streamhez és kérdezősködik, a Horizon Roleplay szerverén vagyunk, és folytatom tovább, megállás nélkül. Így van, Horizon Roleplay. Na. Figyeljen, most megyünk a Nikolicshoz, mert akarok vele beszélni, jó? Jó. Dick. Dick,
Hé, hey, gúnya, hova tűntél? Jaj! Mit csinálsz? Hát mi nem tudom. A picsába? Mit csinálsz? Ne menj innen a... Hát de hova tűntél, haver? Most mondom, bátya, lerugott a csávó. Hova? Hát a zalagunkba, leestem a bunkerbe. Lerugott, nyakor rugott. Nem már, az most komoly gúnya. Ez így volt. Hát nem szaladtál utána, nem láttam. Én nem utána szaladtam, de azután eltűntél. Azt hittem elnyert a főt. Azt mondta, hogy nyakon fog rúgni, mert lát, hogy legyet a nyakamon. Igen? Bum csicsat, mire megfordultam volna, már nem voltam. Jó, tettem. Na mondom, hallod, de mindjárt nyakon váglak, mondom. Na jó, hát akkor figyelj, ő nekünk dolgozik, ő a kertész. Igen? Ő a kertész, ja. Akkor büntesd meg. Várjál, most megbüntetünk másokat. Jó, adok közben neked valamit. Várj, nem kell olyan sok izé csúnya szó, jó? Jó. Figyelj, bemegyünk most ide. Elkapjam egyiknek megint a nyakát? Várjál. Igen, hozd ki, emeld föl. Várjál. Nem, most maradj már, kertész! Ne hallgatózz már innen, kopolytyúszeg! Menj innen. Na, elmondom, gúnya, menj le be. És a szerelőt mondd el, hogy beszeretnéd vinni kihallgatásra, jó? Rendben. A izészerelőt, a mellényest, akinek ruhája van, jó? Menj már innen! Nem megmondtuk neked? No! Menjél! Te mi megy ki ez az a... Jaj, a másik a... Kertész! Nagyon túl vagy rendülve, jó? Ne rendüljél túl ennyire! Most meg... Hé! Hey! Mi jön nekünk? Hallod, főnök, visszadod az izést, tukkeremet, meg a cefüvest. Na figyelj! Hogy hívnak téged? Kertész, figyelj, kertész, ne kéreges, jó, azt nem szeretem, amikor valaki ilyen szemtelen stílusba kér. Amíg az enyém, az az enyém. Érted? Elmondom nálunk, hogy jönnek ezek a megosztások. A csajok, ami van nekem, a háremem, azok az enyémeim. Amíg neked vannak csajok, azok meg mindenki. Érted? Közös. Közösbe, be kell dobni a közösbe. Szóval, ami cuccok nálad vannak, menj már innen, te szteroidos szar. Mit nevetsz te? Mi van? Mi van? Előre hozzam az adót, vagy mi van? Van valami probléma? Itt előre, hallod? Ne akartad, én hátra hozzalak tégedet. Jó van, uram, most elviszük az emberét kihallgatni. Nagyon emberem. Ott az embere. Rakd be a kocsiba! Mit csinál ez a bolond? Rakd be a kocsiba, uram! A csomagtartóba gyömöszölje be! Ezt miért viszik el? Kihallgatjuk! Körözés van ellene, hogy hívják? Csoki. Csoki, pont maga ellen van a közözés. Éverke, jó Isten, a viselható. Bent ülnek. Szik. Így nem tudom berakni, hogyha bent ülnek a gépjelhoz, de... Mindenki szálljon ki. Ába, Egesre, beszállok magam. Látja? Megint bejelentések érkeztek a telepre, uram. Lehet, hogy csak az úrra, a telepre nem. Uram, Gúnya Péter, rendőr úr, milyen bejelentések érkeztek, kérem szépen, mondjál. Hát drogkereskedelem, kedves uram. Az nem a telepre, az csak a személyre szól, a személyre szól. A Csoki úra, így. Igen, mit adott el a Csoki úr, mondja el, kérem, milyen kereskedett? Metánt, vagy mi az, kedves uram meg. Nem értjük, de mindegy is. Metet adott el a kedves úr. Nem baj, akkor ő lesz az én emberem. Jó, nehogy magát is előálltsuk, jó? Hol lehet magát följelenteni? Mi akarsz engem följelenteni? Megtaláltam a kocsibat. Ahhoz 18... Uram, ahogyha fel akar jelenteni, az 18 évesnek el kell múlnia. 21 vagyok. Igen? Na mi van itt, hozták itt a rózsás fánkot, hogy mi lesz? Sajnos nem, de még a segéd sem. Följelentem magát. Köszönöm. Ezt még megbánja. Nálam lehet följelenteni. Azért street racing, mert most nem... Semmi, a csillagos fánkot csinálom, azt a... Rakja be. Nem kaptok semmit, kapva. Csak adót és büntetést. Kihallgatásra. Jó, oda kell menni? Köszönöm szépen, uram. Figyelj, itt van bele, hogy hívják, akit most... Csoki. Csoki, szeretnék magával beszélni, kedves Csoki. Annyi történt, kedveském, hogy kaptunk egy bejelentést az önkormányzaton keresztül, hogy maga illegális kábítószerekkel kereskedik, és ellátja a várost, és nem számlázza, uram, maga a szereléseket. Ez a legnagyobb baj, Csoki. Érted, Csoki? Csoki darab. Figyelj, Csoki fücsi. A másik, ami nagyon fontos,
hogy ezt a ruhát, ami rajtad van, ezt le kell venni, és meg kéne nekünk osztogatni, jó? Mert átvizsgáljuk ezeket a ruhákat. Uram, igen. Le kell foglaljam, mert új lenyomatot veszem. Igen. Kérem szépen egy ruhaboltot jelöljön be első körbe. Pillanat. Köszönöm szépen. De ott lehet nálunk. Nem baj, menjünk egy ruhaboltba, az a biztos, jó? Nem baj, mehet, menjünk a ruhaboltba! Menjünk a ruhaboltba, jó? A polgármester fején 200k, ha megöltett, telefonálj ide és megkapod. Aha. A Péter. Ki? Jó, ez Gúnya Péter, mondj, rak ki egy felhívást, hogy aki ilyen csúnyákat ír ki a polgármesterről. Aki a polgármesterről írja! Jó, hívd föl, most a számot, hívd föl, jó? Ez nem így megy! Hát ki te Gorosz Igabi, hát hívd föl! Várj, Gúnya, mondom a számot, hívjad. Gúnya, hívd föl, mondd azt, hogy megvan a polgármester, hívd föl! Sziasztok, skacok! Nem is előttél, ruhabolt. Tehát elmegyünk a palettát. Én úgy gondolom, hogy magára ráférne egy kis kábítószerrel, lenyugodjon, uram. Maradjon, nem Csoki, maradjon! Magára meg ráférne! Magára, a hűvös! Jó, mondja. 765. Köszönöm, Tomi Hun. Köszönöm, Péter Kovács, nagyon szépen köszi. 765. 765. Kötője. Nem baj, a kertész kiesett a kocsiból. 344. Gúnya, megbírod jegyezni a hülye fejeddel? Kötője. 29.95. 29.95. Jó, hívom is. Mondd neki, hogy megvan a polgármesternek a feje. Halló? Jó napot! Álljunk félre! A polgármester feje. Nem mentős. Én nem vagyok. De már nem vagyok az. Már most illegálkodok, uram. Levágtam a fejét az elnök úrnak. Itt van nála. Mondd neki, hogy azzal focizol! Ilyen nincs, hogy képet küldök. Gyűjjön, bebizonyítom, azzal focizok. Azzal dekázok. De épségben van. Megtisztítom, mint a tekét. Pusztulj már innen! Uram, segítsen, elrobottak, segítsen! Menjünk, ahogy segítek, megérdemlik. Na most akkor... Jól beszélj, te kollega. Akkor menjen arrébb. Jó, várja, megtalállam. Uram, álljon félre, közúti ellenőrzés. Jó, kussolj már rá, jó? Gúnya, mi az, hogy kussoljál már? Halló! Jöjjél, csak ide, barátom. Mi a kedvenc száma? Húgy fel a kezed, légy szíves. Nekem? Aha. 387. Adok már egy ilyet, mert nekem nem kell. Ó, köszönöm szépen, ezt nem láttad meg, jó rendőr úr? Nem, ezt de szépen rendőr... is beszélt. Várj, igen. Azt állom, pattintom. Hájó uram, yeah. Uram, maradjon itt, tegye föl a kezét. Én? Így maga, nem csak semmi. Igen. Van egy kis gond. Átmotozom magát, jó? Motozza. Megnézem, motozza. Hogy mi van. Na hát... Figyelj, uram, most komolyan... Tudja, hogy vannak a szegények. Én olyan vagyok, mint Robin Hood. A gazdagoktól elveszem, és a szegényeknek odaadom, ezt az $1000 is ide adhatta volna. Most lőszer nélkül, adja ide az AK-47-est? Érti? A kedvenc emberem, tudja ki, a Hero meg a GINO. Mert szó a fegyver. Úgy mondom magának. A másik, jó. Meg az a gond, hogy egy dolgot nagyon-nagyon nem szeretek ebbe a városba, és elmondjam, hogy az micsoda? A korrupció. Nem szeretem a korruptakat, a bűnözőket, igen. Akik csibészek. A Gúnya. Akkor a Gúnyát maga nem szereti, ugye? Nem. A bűnözőket nem szeretem, mint te. Jajon, uram, azért lefoglalom a gépjárművét. Nagyon jól teszi, igen. Ugye, hogy rámozdult? Ugye, hogy rámozdult? Igen, láttam. Rendőr úr, most mi történt? Mit látottam úgy? Látta, hogy... Hát, láttam, hogy ugye a miniszterelnök úrnak itt a... neki akart menni. Elővett a bicskát, ugye? Így van, le is foglaltam a bicskát. Köszönöm szépen. A gépjárméhez. Figyelj, ha szeretnék majd egy fakit, persze nem tudok, mert Balázs nem ír vissza. Ír rá Drévelre! Drévelre! Köszönöm szépen a lájkokat! Nagyon így szépen köszönöm! Kedves uram, hívtam magának egy mentét. Igen, át kéne. Hívok egy mentét neki. De úgy, hogy neked nem, hanem téged beviszünk. Tudom, de nem. Majd elmondom, hogy mi a terv. Figyelj, menjünk már innen, mindjárt jön ide a mentős. Hát most mit csinálunk? Jó, mehetünk, kedves uram. Szegény, ez akkor jól tettem, ugye? Jó, igen, önvédelem volt. Jó, mondd el akkor még egyszer, miért volt? Hát magára támadt a kedves elnök úrra, és kés rántott elő, és igen. Elnök úr írta ennyibe. Igen, köszönöm szépen. A jegyzőkönyvbe beleírod, Gúnya Péter? Így van, bele van. Nagyon bele szépen, köszönöm, Gúnya Péter. Ezért szerettek, ezért vagy a testőröm. Ezért vagy a legjobb FBI-os. Kérvényezni fogom az előléptetésedet, kedves Gúnya köszönöm Péter. Szépen, nagyon szépen, mert megérdemled!
Valaki, aki köszönöm, nem te, bemondtam a nevet. Szia, Márk Zatkó, szia, szia. Na gyerekek, nagyon szépen köszönöm itt a lájkokat. Mindjárt megvan az 50 000 lájk. Köszönöm szépen mindenkinek az ajándékokat, azt is nagyon szépen köszönöm. Nem tudom, hogy mennyi rózsadob küldözgetés volt, vagy micsoda, de mindenkinek meg szeretném köszönni. Szóval köszönöm szépen a lájkokat és az ajándékokat és a kommentedéseket. Még vadó világ vagyok? Persze. Na, hagyjuk be az embert, vegyük ki. Vegyük ki. Főnök. Főnök. Melyik főnök? Te. Én elnök vagyok. Akkor elnök. Igen. Kitaláltam. De most te beszélj, most vagy kertész. Téged nem az eszedért szeretünk, most a csokival foglalkozunk. Gyere, csoki. Hova viszed, csoki? Ebbe viszem a ruha boltot. Figyelj, csokikám, meg kéne itt a ruhákat kicsit osztogatni, jó? Meg kéne osztani, és akkor... Sajnos nem tudom, ez az egy napszáj. Rossz felé mész, gúnya, hova mész? Balra. Az a számítógépes volt. Ezért csinálunk csak neked átlámos. Na, ne okoskodjál, kertész. És engedik bent, hogy átszáll? Látod, engedik itt a világ, hogy átszáll. Várjon, várjon, uram! Uram! Ez az én ruhaboltom. Én üzemeltettem itt a Balázs Kixet, kérem uram, hagyja el itt a helyszínt, jó? Uram! Nem? Hagyja el a helyszínt, uram! Szólíts a fő gúnya Péten, mert tűzparancs aktív lesz? Pillanat, így van. A tűzparancsot megadom, hogyha bármiféle ellenállás tanúsít a kedves úr. Pillanat. És egy lángost, egy lángost. Jó napot, kedves uram! Szóljon neki gúnya, vigye ki innen! Meg szeretném. Vigye ki innen a boltból. Többször megint meggyerem, csak úgy tudom. Távolítom. Köszönöm szépen, kis Károly. Uram, felszólítom még egyszer. Keményen gúnya, jó? Bilincset, kedves uram. Megfogom a kedves urat. Vigye ki. Szállítom. Köszönöm szépen. Mennyi bűnöző van ebben a városban, el se hiszem. Uram! Sorul, gyerek, csak olyan bűnözők! Maga is egy bűnöző. Kertész, nagyon... Édes bűnöző vagyok. Figyeljen, tudom, te legédesebb vagy, de én a vaníliás Tibi csokit szeretem. Az a gond, kedves uram, hogy ezt a ruhát oda kéne magának adnia nekem és a társaimnak, jó? Nagyon-nagyon sajnálom, de nem tudom. Uram! Elnök uram! Igen? Egy pillanatra ide jön a tükörbe egy fotó erejéig. Ne vicceljen, uram. Kell a jobb oldalamra. Kell a Tinderes új profilkép. Így jó? Nem. Hova megy? Előtte válsz, egy kicsit jobbra. Így? Hát a másik jobbra, de ott az milyen jó? Lesz. Most jobb? Nem tudom, melyik a jobb. Itt jó lesz? Kedves uram. Várjon, Gúnya Péter csak készül itt a selfie csajoknak. Szörnyem megy. Sikerült? Meg vagyunk, uram, igen. Köszönöm szépen. Na, de uram, kasított most, kasított vagy. Ne kérdezősködjön, jó? Kedves uram, hogy a ruhát, légy, vegye a polcról. Ruhászatát nyújtsa át nekem, jó? Rendben. Jó. Sikerülni fog. Köszönöm szépen, Dominika, GG jelet. Ez nem full szervez, ez egy RP szervez, csak mi szeretünk viccesek lenni. Te nem szereted hurikán a humort. Mi meg szeretjük a humort, imádjuk a humort. A humorból élünk, humoristák vagyunk, stand-up comedisek vagyunk. Dobok egy szívet. És dobok neked, tudod, hogy még mit dobok neked? Megvan, hurikán, ezt dobom neked. Megvan. Mert szerettek téged. Megmutatom neked, mit dobok. Hurikán, csak neked, csak most, mert szerettek, és ezt tudom neked intézni, VIP-ba, mert jó fej vagy, és egy... És még azt tudom üzenni, hogy csokod meg a kupakpapikámat. Megosztottam, uram. Az a jó. Oké, megosztottam, majd osszom meg engem is. Ezt szeretném hurikánnak küldeni, ezt a zászlót, speciálba elnézést. Itt a oficinát. Imádjuk a humort. Ne viccelődjön, uram. Igen. Levet, megvan? Ne viccelődjön, uram! Uram, fékezze magát a kéretem, ficsúr! 5000 rájknál tartunk, kérdés uram. Fékezze magát, ha kérhetem, uram. Nézd rá Twitterre, elnök uram. Köszönöm szépen, uram. Vegye le a polcról. Itt a ruhákat, amit magának a főnök ura megosztott. Szóljon itt a recepciósnak, szóljon itt a hölgynek. Ossza meg itt Gúnya Péterre ki, ha kérhetem. Ne kelljen kétszer mondani. 349. Mert ez így uram. A rendőrnek ellenáll. Ellen fog állni. Ez törvénybe ütközik. Hatósági. Így van. Nem szeretnék ellenállni. De ne álljon, ne is álljon ellen, éppen uram. Gondolja. Bánt, köszönöm szépen, Bánt. Én együttműködő szeretnék lenni, de csak egy használatos ruha.
Nem probléma, uram. Nyújtsát, kérem. Uram, átadtam, átadtam, nem adta át nekem. Jó, akkor fogom a kedves urat megbizonyítsanám. Ne akart, hogy megtegyem! Így. Ne akart, hogy megtegyem! Uram, uram, kérem, ne! Ne akart, hogy megtegyem! Egy jó két évre, azt akkor el lehet gondolkoztatni. Mi a, mondd el a vádakat, gúnya neki! A vád az drogkereskedelem. Jó, vigyük is be. Illegális lőfegyver árulása. Az csak porcukor volt, uram, porcukor. Mert jó, nem zavar. Melyik börtönbe visszük? Uraima. Hát ide az FBI-hoz beviszik. Ott, jó, nem, jó. Nem, ide az FBI-ba. Uram, tegye be, ne tegye be, uram. Jaj, uram, jaj, semmi gond. Uram, az ilyen emberektől, az ilyen embereket kell elszámoltatni, az ilyen bűnözőket. Persze. Ne szállj már be! Szálljon ki, uram. Szálljon ki. Vigyétek a várhoz. És raktam a kedves urat, behelyezem a gépjárműbe, és mehetünk is az FBI-ra. Köszönöm szépen, Gunya Péter, nagyon megszeretném magának köszönni itt az együttműködéseket. Nagyon uram. Szépen megszeretném köszönni, hogy ez nem fake taxi, haver. Köszönöm szépen, hogy a városért maga. Úgy érzem, Gunya Péter, hogy maga nem csak a városnak a legjobb rendőre, hanem a városnak a legszebb és a legjobb díszpolgára is. Köszönöm szépen. És most visszük magát, Csoki, a Váci börtönbe, uram. Bezárjuk egy pár órára. Kérem, ne, az csak mondom porcukorból. Gunya Péter, szeretném a közérdekű közleményt is, hogy elmondaná, hogy mit kell nyomni a kedves tévénézőknek. Kedves uraim, hölgyeim, uraim. Félre is állom. Hogyha megnyomnák a megosztás lájkot. A like gombot püfölni kell, like gombot püfölni. Püfölni kell a like gombot, így van. Hogy elérjük, hogy várjál, segítem. Hogy elérjük a 100 000 lájkot. A 100 000 lájkot elérjük. Gúnya, kezdjük előről, gúnya rossz, felvétel indul, igen. Most. Mehet, csapok kettő. Kedves uraim, hölgyeim, uraim, szeretném megkérni önöket, hogy nyomják meg nagyon sokszor azt a like gombot, hogy a 100 000 lájkot elérjük. És osszátok. Gúnya, megint egy valami kimaradt. Gúnya, ne egy valami megint kimaradt. Hát micsoda, kedves uram? A követés. A követés az nem maradjon el, mert húj. Azért mérgesek vagyunk. Mennyire vagy mérges amúgy? Hát én nagyon mérges. De mutasd meg! De mutasd, morogjál egy kicsit! Morogjál, gúnya, mutasd meg! Már megmutattam. De nem hallom! Kedves uram, osszuk azt a videót. De nem hallom! Szia! Szia, uram! Mi van, fegyver rá tart? Négyen vagyunk! Mutatom. Jó, mutathatom, ha szeretnéd. Na, meg ilyen! Jó, most... Hú, belegyomtam a stukót a fejében. Szép kaplak, mint Mici Macka a mézes köcsögöt. Mit mond neki még egyszer, hogy kapod szét? Mint Mici Macka a mézes köcsögöt. Júj! Meg is ijedtek. Na, Váci börtönbe akkor? Az FBI? Köszönöm, Dominika foci! Jó is teszed! Megkapja a méltó büntetését, de ezt is most... Itt hú, ezt is el kell számoltatni, ezt a bűnbandát! Kerékre lehet lőni? Ne lőjél, mert akkor egyből fejre húznak. Nem lőjök, tudom. Nem kell lőni, megyünk az FBI-ra. Ja, menjünk a... Köszönöm szépen a lájkokat, a követéseket, nagyon szépen köszönöm! Kollega, itt van a rádió? Na, kies. Nézd, ember elpusztult te. Úgy kiesett. Istenem. Istenem. Haj, nem kötötted Istenem. Be. De hol van? Itt van-e, nézed-e? Várjál, segítek kap rajta. Nem láttam. Főkapom, láttam, mint az úri ember. Halló, gyere velem, gúnya, gyere. Akarok veled beszélni. Hú, de nehéz vagy. Mondja, uram. Maradjatok a kocsiba. Figyelj, arra jöttem rá, hogy az ember... Hogyha most ezt itt hagyjuk, és a mentő is megtalálja, akkor lehet, hogy minket föl fog dobni. Arra de gondol... nem bír, mert itt megvárom a mentőst, és beviszem az árkába. Az nem kell, figyelj, van egy jobb ötletem. Igen. Elszámoltatjuk, ide berakom a bokorba, és mint hogyha öngyilkos lenne. Jó. Fölrakom, figyelj, és a fejére rakja egy lövés, mint hogyha öngyilkos lenne. Jó. Semmi korrupció, oda se nézek. Jó? Addig várjál, még el is durrantok egy cigit. Mehetünk. Így, addig el is nyomok egy pizzát. Jó. Igen? Hullával mit csinálom? Kell ássam? Kezd el ásni, így van. Jó. Közben ássad és a gúnyával beszélek négy szem köz. Gyere, gúnya! Gúnya, gyere! Figyelj, van egy rossz megérzésem. Hogy ez az ember, aki ott van a húdánál, nem stabil. Lehet, hogy száműznöd kéne. Figyeljétek az emberem?
Figyeljétek az emberemet, figyeljétek a legnagyobbat. De miért? Isten, miért bilincsel ide? Hát... Száműznie kéne! Köszönöm szépen a lájkokat, skacok! Gúnya! Vidd vissza az embert! Köszönöm szépen Bálint Erdei a TikTok-jelet, nagyon szépen köszönöm! Akarok vele beszélni, akarok veled beszélni, Gúnya, tedd oda vissza az embert! Te meg addig ásd el, jó? Kertész, kertész egy kicsit! Figyeljetek, ez jó lesz. Köszönöm szépen a lájkokat, skacok! 202 néző van, nagyon jó, attól függet, hogy 5-kor kezdtem el. És nagyon szépen köszönöm itt az ajándékokat és az új követőknek meg a követés, kocsol. Mennyi új követő jött még? Pusztítsd el, pusztítsd el. Nem nézek oda, pusztítsd el. Ez, gyerekek, mit csinál az a rendőr? Hát gyerek, ez... Nem... Ez... Mehetünk, gyere gyorsan! Tipri van! Földobna minket, gyere, gyere! Mi történt itt, Gúnya? Mit írunk a jegyzőkönyvbe? Én azt láttam, hogy itt két úr az párbajozott egymással. És utána nem bírt elviselni a... Tüzet nyitottak rám is, kedves uram. Igen. Nem tudom, védem, úgy én megvittem. Magára tüzet nyitotta? Így van. Jaj! Kaptam ilyen TikTok keret, ilyen TikTok növőt! Jó napot! Mi történt? Hé, mi történik itt, uraim? Hey, hello, ez közötti megsértés, uram. Mi történik itt, uraim? Húzódjon félre. Mi történik itt, uraim? Nem szólok. Papó, nagyon szépen köszönöm a TikTok ajándékot. Az igen, tatám. Látod, nem figyelnek rád. Nem, ez... Figyelj, menjünk be a helyi hülyével beszélni, jó? Mert mondd el, hogy bezárod a telepet, jó? Mit közöld vele, jó? Jó. Hát engedtük a gyors... Ezt engedd el! Engedd el magadtól! Jó, menjen. Oh. Figyelj, Gúnya, van egy másik dolog. Micsoda? Őszinte leszek veled, jó? Ezt most félreállok és őszinte leszek veled. Annyi a lényeg. Köszönöm szépen minden a segítséget a kedves Patrikázatok és szia Virágnicsi. Az a lényeg. Van egy fontos és nem az, hogy a pont bozontos. Igen. Annyit szeretnék veled közölni, ami tényleg nagyon-nagyon fontos, kedves barátom. Igen, mondja. Hogy kicsit anyagilag meg vagyunk eresztve. És eresztve? Sok pénzetek van? Hát sajnos leeresztve, inkább így fogalmaznék. Ja. És mert kicsit le vagyok eresztve, rá kéne durranjunk egy bankra. Mennyi, nyugodtan. De nem mondhatod el senkinek, jó? Köszönöm, mert ez a titok. Isten mencs. Köszönöm Isten szépen. Mencs, tudod, jó. Nagyon jó. Tudod, hogy szeretlek, tudod. Köszönöm, Gúnya. Így van. Ezért szerettek. Figyelj, átöltözünk. Ez a kocsi, ez jó. Várjál, megnézem így. Hát, melyik kocsi szeretem? A Grand Cherokee-t szeretem, tudod, azzal. Nem, hogy ez hátulra belőhetetlen. Nem baj, nem fogunk mi lövöldözni, Gabikám. Jó. Egy, kondás elemér, remélhetőleg off lesz. Szia, ananász! Kihozom a Jeep Grand Cherokee-t, jó? Jó. A Ritáiról nyomod a lájkokat? Inkognitóba vagyok, Ja? Ó, nem tudtam, I don't know why. Itt a mentés. Ja nem, hogy arról nyomtam. Ja, jó. Twitch-en nem megy, én nem Twitch-en. Uram, mit történt? Magam, jó napot, uram. Jó napot, tessék már meggyógyítani, jó? Tessék már meg itt a barátomat meggyógyítani, jó? Gyorsan. Csinálom is. Jaj, nagyon szépen köszönöm itt az ajándékot, Virág, Ricsi, köszönöm, gyerekek, mindjárt megvan a 70 000 rá, nagyon szépen köszönöm mindenkinek! Kiromboló formában vagyunk! Gyerekek! Köszönöm szépen itt az új embereknek és mindenkinek is, gyerekek, tök jó, hogy tök random elindult a stream 5 körül és 200-an vagyunk talán a harmadik vagy negyedik TikTok streamen. Na, nagyon szépen köszönöm nektek és ennek nagyon boldog vagyok és nagyon happy vagyok és mindenki happy, beleveri. Soma 3 és meccsre 8-ra gyerekek, 8-kor kezdődik a Budafok vasas mérkőzés, Dadik Béla kisnek is köszönöm a rózsákat, és Virágrisinek is ez itt az ajándék, bombász formázt, meg mindent is, annyi a lényeg skacok, hogy most nyomunk egy kőkemény rablást, és remélhetőleg adok egy csiki-csuki szopó roller. Uszt, és a Horizon Roleplay szerverén vagyunk, mert sokan megszoktátok kérdezni, melyik szerveren vagyunk, a Horizon Roleplay-ba is belenyúltam valamibe, amitől sajnos ragadok, csak nem tudom, hogy mitől, de hozom már is a kocsit. A zenét csapat már le! Éj, nem ezt a kocsit akartam! Hova teszem le? Zenét nyom már le! Tolás 3, hogy ott kellett le. Hát, tudatok! Menjenek arrébb! Mint szoktál streamelni? Focizok? Hát, szoktam, igen. Focizni is.
Megvan a 70 ezer like, nagyon szépen köszönöm, mindjárt megvan a 100 ezer like. Hey! Kicsi karatés. Vajja. Hey, hey, hey! Elnök úr. Tiszteltem uram, el kéne menni a lefoglaltakba. Itt van Ermoji, megvan, 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 megvan. Itt a kocsi. Hol kéne eladni? Nekem eladta a sokat. Tényleg? Gyűjjj a szájomba velünk. Gyűjjön uram. Előrébb tudsz kérni. Nekünk előrébb gurulok. Gyűjjön. Gyűjjön uram. Száj... Ki ez a kopós üszeg? Szálljon be uram. Száj... Most ad nekünk fegyvert. Nem adhat, nem adhat uram. Mi... Te lefoglalni, lefoglalhatom. Akkor fogja el gúnyom, mert tudja, hogy megyünk mi dologra. Jó, kedves uram. Jó, menjünk akkor, menjünk. Uram, maga akkor szálljon ki, most nem tudhatja, tudja? Amit megbeszéltünk. Ja, bocsánat. Semmi baj. Uram, majd találkozunk, tudja, de nem ismerhet meg, jó? Akkor veszek addig, jó. A legjobb ember. Ú, de szeretem ezt a zenét. Got it to pop, got it to pop, got it to pop. Fú, de pacek vagyok. Kosztolni kék bent van. Na, nem érdekel a büdös szájú. Na, ruhaboltot ici, és itt, jó, itt. Oké. Okay. Na, elkapunk mindenkit, most jön egy kis pénzt, meg 100 000-et, jó uraim. Jó. Ó, basszus kulcs, 15p van, és sajnos uraim a város, de addig intézzünk el mindent, jó? Jó, specifikussal, kicsit a szisztematika és a specifizmus az legyen 100%-on, jó, skacok? Kisbél, neked megvan az öltözeted? A legál vagy az illegál? Vagy mi mindig legálisak vagyunk, csak néha véletlenül a bűnös vérünk előjön. De mi mindig legálisak vagyunk. A bűnös ruha az megvan. A bűnös ruha, jó? A bűnös negyed. Hívjuk úgy. Van egy nagyon jó bűnös ruhám. Imádom a büntetést. És a bűnözést. Érdekel. Nehogy eldobják a kocsit, rányomok. Ó, papó, köszönöm szépen a boxeret! Papó! Box világbajnok! Köszönöm szépen! Bam! Köszi papókám! Vegye öltözetek át, mert nem szeretem, hogyha büdös a pipa egy kicsit. Mit mikor... szólsz hozzá? Egy hányadék vagy. Egy hányadék. Nagyon vagy. Jó! De jó leszel most így. Na, átöltözök én is, jó? Kicsit stabilba, kicsit pacikába és kicsit spártaiba. Úgy de szeretem ezt a zenét. Rejtőzködő. Szed felvétel. Mentünk egyet így... Váltok. Legyen egy, ami nem túl izé. Á, mentőruha, az mentős, elegáns. Legyen ez az elegáns, ezt mentem itemként, hogyha elmenekül, akkor könnyen el tudja költözni. Nelsonka, nem tudom mi a Nelsonkával, skacok. Váltok kicsit a kedves nézőkkel, kicsit kooperálok, jó? Válaszok itt. Köszönöm szépen a papónak a tagsági szintet, a 13. tagsági szintet. Papókám, nagyon szépen köszönöm az ajándékot, nagyon szépen köszönöm az előfizetőst is, papókám. Tényleg dobok is neked egy szívet. Most a kedves nézőknek is szeretnék beszélni. Azért van ma... Mi? Gyerekek, valamiben belenyúltam, nem tudom, és tiszta olajos vagyok. Na, azért van ma 5-től 7-ig a streamen, megyek a Budafok-Vasas mérkőzésre. Nelsonka, nem tudom, hogy hol van, lehet, hogy suliba van, de valószínűleg a következő live-on lesz. És nagyon szépen köszönöm a lájkokat, mert mindjárt elérjük a 100 000 lájkot. Szóval köszönöm szépen a megosztásokat és a lájkokat is. És még annyit szeretnék nektek mondani, hogy van egy új videóm itt TikTokon, amit most töltöttem fel egy 5-10 perc vagy egy órája. És hogyha azt is lájkoljátok, vagy nyomtok rá egy újraközlést, azt is nagyon szépen megköszönöm, mert szerintem elég jó lett ez az új videó. Kicsit régebbi streamemből van, de eléggé stabil. Uram. Uram. Nem látja, hogy ki van írva, hogy zárva? Ki van? Nézze meg jobban, kérem, jó? Hagyta kitötözködni, ott a kitötözködni. Itt nem lehet, uram, be van zárva a bolt. Ja, a fenébe. Én nem látom. Akkor nézd meg újra, jó? Te is nézd meg, jó? Persze, hogy nem látod át ilyen izében. Ne bántsanak. Be vagyunk zárva, jó? Be van zárva most a Gucci Store. Értettem, rablás lenne? Értettem. Tessék! Értettem. Rablás itt miért van bezárva? Azért van bezárva, mert húsvét van, haver. Én hívtam taxit. Én hívtam taxit. Úristen, inkább megyünk. Nem akarom elhányni magam. Ha vele taxizó, akkor viselkedni. Na jó, most be lehet tenni, vagy nem? Nektek nem. 18 a korhatár. 18, akkor pont elmúltam. Akkor mutass egy személyit, te köcsög. Áfával 13. Ja, na várja. Várja, most rádurantunk. Várja, most még nem tudunk rádurantni, mert most nem sokára lesz ilyen fejváros újraindítás. Publik közelébe parkolj. Így van, addig ott beszélgessünk valakivel. A kórházi publikba kéne beszélgetni.
Ja, nem tudtam XD, hogy rossz a Steam fiókja. Lehet, hogy akkor hiszem... Raktam el szettet. Most ebben fura vagy Nelson K-val? Nem vagyok fura, hát nem is szokott jönni játszani. Nem, hogy érted, hogy fura vagyok? Nem vagyok vele fura, hát én szeretem, imádom Nelson K-t. Nincs vele semmi baj. Hát miért lennék vele fura? Hogyha így barátomnak tartom. Ja, nem tudtam. Nekem mondtam is neki, hogy írja a ticketet, és akkor megnézzük. Csak én annyira nem tudom, hogy mi a problémája. Várjál. Itt akkor már nézzük csak itt be, hogy itt mi van. Hát, ha van valami doktor... Ez doktornéni? Megkérdezem, hogy a doktornéni jelen van-e. Tiszteltem, uram! A doktornéni az jelen van a városba? Doktornéni nem jelentkezik most, nincsen lehető. Mi van? Nem értem, nem értem. Nincsen doktornéninkkel... De nem értem, miről beszélsz? Nyisd már ki a szádat, te folyankú! Miről beszélek, uram? Hát most mondtam már, hogy nincsen. Hát akkor vedd a rádiót, azt kérdezd már meg itt van a doktornő, mert nagyon fáj itt a fogam. Mert nincsen szolgálatban, nincsen ez a gond. Mi van? Miről? Puh. Nincsen szolgálatban, úgy ért. Te az úr. Uram, maga milyen nyelven beszél? Do you speak magyarul? Jó, egy pillanat vágy. Jó van. Most a szótárat nézi, uram? Igen, igen, a szótárat. Na jó, most már nagyon ideges vagyok, kedves uram. Uram, most hol van a doktornéni? Milyen doktornénik vannak a városba? Halló, hozzád beszélek, szemüveg. Jelenleg nincsen. De ki az a, melyik dokit, kik a munkatársai, a neveket kérdezze, ura? Meli doktornő van még esetleg, de most nincs a város. De hány ember van, azt kérdezem, mondja már a neveket. Eterke. Négyen vagyunk, és öten vagyunk. De most négy vagy öt csaj van? Nem csaj, hanem férfiak vagyunk fent, doktor. De most nem azt kérdezem, öreg? Hát? Hát hány nő van a praxisba? Ja, egy. De egy. Jelenleg nincs a városban. És hogy hívják? Ami Melanie. Mi? Feri? Melanie. Na, figyelj, akarok veled beszélni privátba, tudunk négy szem közt beszélni? Mint férfi a férfival? Nyugodtan. Köszönöm, kedves uram. Van egy privát szobája, ahova be tudunk menni? Tessé, halló, be tudunk menni valami privát irodába? Persze. Jó, menjünk. Gyerekek, mindjárt megvan a 80 000 lájk, gyereket, nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Nagyon kemény a fószer. Uram. Figyeljen, van egy kis gondom. Elvettem. Van egy kis gondom, itt a betegségem. Néha van úgy, hogy úgy mondom magának, hogy a szerszám nem működik, hogyha helyzet van. Ez mitől van? De nem tudom, hogy itt hittem pontosan, de lehet az ingertől, lehet idegességtől, lehet a kimerülségtől is lehet előfordulhat. És hogyan tudnám úgymond felébreszteni az alvó kobrát? De szerintem ki kell íratni majd egyet, ilyen világra ki kell íratni. De akkor ki tudnál nekem íratni egy jó nagy csomaggal, öreg? Hát azt majd nem tudom megtenni, mert nekem nincsen egy hatalmam, illetve jogom. Hogy hívják magát, doktor úr? Milyen doktor maga? Jimmy Herman ez ugye, uram, és én milyen? Jimmy Herman. Figyeljen, Jimmy. Figyelj, Jimmy. Most már nagyon haragszok rád, most megszegszélyesül a boxeredet, fölhúznám az agyadig, érted? Fölhúznám az agyadig a boxeredet, és akkora nyakast nyomnék a nyakadra, hogy beszoptad a kakast. Ó. Na figyelj! Igen. Na, Jimmy. Igen, hallgatom. Akkor már mit tudsz ezzel a bajjal kezdeni? Nem tudok mondani. És hogyha levennél szájjal? Azt nem tudok. Azt nem tudsz. Szolgál. Na figyelj! Jimmy. Tessék. Tegyelek a temetőbe. Ó. Hogy streamelsz? Hát szoktam Fábián Dániel már egy 3-4 éve. De örülök, hogy itt vagy. Köszönöm szépen a lájkot. Nyisd már ki az ajtót, Jimmy! Nyitom. És meg tényleg nyakon basszak. Ó. És hogyha vannak a csajok, akkor szólj már nekem, Jimmy! Rendben, nem eszek hálát, jó?
Jó, én vagyok jó. Itt a Vajda! Jó, megmondom az úrnak. Zöldnek is. Na. Szétapot az úrnak. Neked is. Ne nyalizzál, jó? Te Gani. Jaj, mik vattok ti? Gyerekek, nem tudom, mert nagyon szépen köszönöm a lájkokat, mindjárt megvan a 100 000 lájk, nagyon szépen köszönöm az új embereknek a követést, nem tudom hány új ember követett be, de nagyon szépen köszönöm nekik, hogy itt vannak. Fú. Ez az ember, ez az ember az új helyi hülye. De ezt tankoljuk meg? Hát ez a jó, tankoljuk meg, úgyis van időnk, mint a tenger, aztán úgyis a városban lesz ugye a lámpamenet. Lámpamenet után meg utána... Balra. Balra kell menni? Igen. Jó, megyek. Lámpamenet után meg akkor kipattintok egy boltot, jó? Jó. Hogy vagy tessikém? Csoka családnak, neked is? Hát miért nem mondod? Hát jelöld be! Na, mondtam. De nem mondod, jelöld már be! Szia, ez az RPRP, nem ez a Horizon Roleplay szimai már. Hát akkor ezt mondod, nem látod, rossz a szemem. Ezt kéne kipattintani, ezt a boltot, ezt szeretem. Aha. Ezt szeretem. Ezt még nem is pattintottuk szerintem. Én csak a nődet szoktam. Hé, uram! Hé, hey, semmi! Már egy fokkal kérem. Hé, hey, uram, én ennyi, ne szállj! Hé, hey, figyelj Béla, tankold már meg, ne az én pénztárcámból fogjon itt a dolog. De amúgy, na mindegy, akkor nem árul. Alex! Én meg szeretném, hogyha írnál valami vicceset is. Gya! Alex szerint a kedvenc DM szervere. Oké. Okay. Oké, okay, jó. Köszönjük. Egyedi vicc volt, vagyunk, egyedi poén. Rosszul lettem. Mehetünk? Teli vágtad? Igen, tele. Kétszer teli. Ez az elnökség, ez az elnökség. Hát melyik látod? Frakció vagy? Háj, ez vagy, ezt tudtátok intézni. Ezt tudtad intézni. Köszönöm szépen. Na, oké és oké. Jaj! Hú. Menj, 4 perc, figyelj. 4 perc alatt, addig ez már teli tankban van, oké. Akkor menjünk vissza oda, mert úgyis 4 perc múlva itt lámpaleoltás lesz, és újraindul minden. Itt a fejembe... Jó! Azt láttad? Aha. Dék, pont átugrott a fejemen. Jézus meg a Mária. Where are you going? I am going to csak emergency hospital medikén. Választáson lettél elnök? Természetesen megnyertem. Addig voltam korrupt. Gyóó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 ó
Very... Uram! Uram, miért nem a járdán közlekedik? Hát most lett itt felújítva a gyep. Nem értem, kopasz. Uram, leköpte a kocsimat a kopasz. Melyik? Az a, melyik? Hány kopasz van, uram? Jó napot kívánok, uram. Tessék megfordulni. Tegye fel a kezét, köszönöm szépen. Fogom a kedves uram. És, meg, és rátaposott. Köszönöm szépen, uram. Leköpte a kocsimat és megrúgta. Jó, elintézem. Köszönöm, köszönöm, rendőr úr. Ezért szeretem magát. Próbálkoztam Máték Arancsi befenyíteni mindenkit. Szerencsé a rendőr is nekem dolgozik. Menjünk oda, várj a mentősökhöz, kicsit beszéljünk. Bezárom a kocsit, hogy eldobják. Szerintem nem megkülek. Ide nem tudják eldobni, mert te se tudsz visszaszállni. Uh-huh. Nem, hogy te se fogsz. Uraim! Mentős urak! Mentős ura! Miért nem mennek esetekre? Hát munka van, uraim! Hát most várunk. De mire várnak? Tapsra? Tapsolja neki, Béda! Nézd meg, mit csinál az az úr, nézd meg! Mit csináltok, ember? Úristen, mit történt? Mit csinálsz? Nem azt nézted, ember? Ne fajtalankodjatok itt, kérlek szépen! Jó, de nem fajtalankodok! Menj már innen, nem akarom, oda se nézek! Elhányom magam itt, mentős úr, ez hogy van ez, ura? Könnyen és jó se tényleg! Jó napot, uram, ez nem parkoló. Így van. Ugye tudja. Igen, csak gyorsan látom, mert nagyon kell sietni. Sem mozgássérű. Uram, várjon, várjon, gúnya úr. A kedvence. És nem látja, hogy valószínűleg nem múlt el 18 és úgy van a fodán mögött? Jó napot, uram, szálljon ki közúti ellenőrzésre. Nem hallja a hangját, hogy valószínűleg nem múlt el 18? Köszönöm szépen, hogy személyigazolvány kérjük. Lopta a kocsit. Személyigazolvány kérnék szépen. Nem, jó van, dopásgátás. Egy nevet kérnék szépen.
Farkasverec. Istenem. Farkasverec. Uram. Igen. Hány igen. Éves, mikor baj történt. Mi a probléma? Megvágtam az anyját. Jó, rendben. Jogosítvány anyja. Damn! Viszont mennünk kell, uram. Csak felszedtem olyan világosítani. Mert az a gond, hogy lámpaleoltás van. Húzva életbe. És így van, legszebb. Pénzt nem ad érte? Semmit nem adok. Nem már. Szegény vagyok én is, uram. Hát ezt leszarom. Én is az vagyok. Akkor menjen dolgozni, uram. Azért van magán Louis Vuitton táska, nem? Igen. Még szegény. Jó, menjünk a izéhez, fussunk oda. Gyerekek, szerver újraindítás ez. Most van szerver restart. Nem látja a fegyvert a hátadon, mert nem megy a bilincs. Szerintem vak, szerintem Gúnya Péter vak. És lehet, hogy... Ugye, pont most kaptam meg a 30 horizontpontot, de jó vagyok. Hey! Oh, szép úr. Na, vidd már gyorsan, hát baleset történt, vidd már gyorsan, hát ez zuhant. Szegény ember, méltó gyilkos. Én azt hittem szép élete volt. Bár mondjuk amilyen nővel együtt él, így most már megértem amúgy. Azért ez nem olyan szerencsés. Na gyerekek, kicsit közérdekű közlemény, mert szerverrestart történt, és míg szerverrestart történt, nagyon szépen meg szeretném köszönni, nincs vége a streamnek, nehogy bárki azt higgye, mi a szerverrestart történt, szeretnénk mindenkinek köszönetet mondani, aki segített elérni a 87 000 lájkot, mert nem sokára meg lesz a 100 000 lájk, hogyha segítetek, és akkor ebben még jobban bekerülök a forjúba. Nagyon szépen köszönöm, hogy így elkezditek spamelni így a lájk gombot, tényleg köszönöm szépen nektek ezt a kis fincsiséget. Meg ilyenek, nagyon szépen köszönöm, én is kicsit rányomok, most segítek magamon, és a jóisten is remélhetőleg megsegít, és mindjárt megvan a 90 000 like, és utána már határa csillagos ér, és egyen meg a 100 000 like. Na, a másik, nagyon szépen meg szeretnék köszönni, köszönöm szépen az új követőknek, hogy bekövettek itt TikTokon, köszönöm szépen nektek, ez egy váratlan stream volt, hogy 5-től 7-ig kezdtük el, nincs vége a streamnek, mert most megyek vissza, nagyon szépen köszönöm a kedves ajándékozóknak, a mai streamen eddig 64 új követő jött a streamen. Nagyon szépen köszönöm, aki most ebbe a Szent Momentumba bekövet. Külön köszönet nektek, skacok. És megyünk vissza a szerverre. Remélem, hogy tetszik az RP. Remélem, örültök, hogy itt vagytok. És most megyünk rabolni. És remélhetőleg mindjárt megvan a 100 000 like, mert valaki nagyon elkezdte füstöltetni itt a like gombokat. És megyünk is vissza a szerverre, mert újraindult a szerver. Szóval, ja. Érdekes stílus az tény, de nem értem a beszólogatásokat. Mármint most nem értem, hogy miről van szó, meg ilyenek. Majd nézd be Grove-ra. Rendben, de most sajnos el kell mennünk és rabolni kell, de nagyon szépen köszönöm, itt hallom itt a like gombokat, elindult közben a like gomb is, gyerekek szétfüstöltök, nagyon köszönöm szépen, és mindjárt megvan a 100 000 like, mekkora királyságok vagytok, köszönöm szépen. Miért ellenőriztettél minket? Csenter, nem tudom, hát így hozta az RP. De megyek vissza is a szerverre, hogyha visszatudok. Remélhetőleg most már vissza tudok menni. Elindult a szerver újra, és közben megvan a 100 000 like, és a 100 000 like-ot úgy szeretném megünnepelni, hogy egy hatalmas szívet dobok nektek. Tényleg nagyon szépen köszönöm itt az ajándékokat, nagyon sokan dobtatok ajándékokat így a mai nap során. Egy-két ember ilyen egész nagy ajándékot is bevágott. Tényleg nagyon szépen köszönöm itt az ajándékosztásokat is, kacok. Love you forever, megyünk vissza a szerverre. Ever. És köszönöm szépen Kakuknak is a jó rózsát. Na. Yesterday! Yesterday! Hogy itt vagy TikTokom? Hát mivel már Facebook az már nem úgy muzsikált, ahogy kellett volna. És mivel nem úgy muzsikált, ahogy kellett volna, ezért úgy döntöttem, hogy megpróbálom TikTokon. És itt úgy néz ki, hogy egyelőre jobb. Mióta játszol itt? Hát nem sok ideje, szóval hogy ahhoz képest nagyon örülök, hogy ilyen nagy nézőszám van, hogy átöttem ide TikTokra, és én nagyon remélem, hogy egyszer majd el fogom érni a 400-500 nézőt, mint régen annó Twitchen, bár ott volt 1500 néző is. Én hiszek magamba, hiszek a jó Istenbe, hiszek az emberek szeretetébe, és hiszek bennetek is. Skacok, a másik meg azt el szerettem volna mondani mindenféleképpen, hogy feltöltöttem egy új TikTok videót ide ezen a csatornára, hogyha nyomtok rá egy lájkot, vagy egy kommentet, vagy egy újraközlést, azt is nagyon szépen megköszönöm, mert sokat dolgozunk az ilyenfajta videókkal. Én úgy látom, hogy jobb a minőség. A minőség jobb, és remélhetőleg jövő héten még jobb lesz, mert jó lesz az FPS számom, és még több szopóról le tudok adni a zsaruknak, szóval nagyon kicsit rá fogunk menni az üldözésos RP-kre is. Elméletben már pénteken, vagy vasárnap már jónak kell lennie itt a dolgoknak, és közben nagyon szépen köszönöm a lájkokat, mert gyerekek most plusz 10 ember bekövette a csatornát, köszönöm szépen, és visszatértem a szerverre, irány a rabdás, és csináljunk pénzt meg 100 000-re. Valakira pof, szétmonoztam a szervet. Pof, semmi baj, mert kibannoltunk.
De gyerekek, hát, van Yeti csatornám, amit ott föltöltöm. Szia Németi Roland. Köszönöm szépen. Barátom, mehetünk? Aha. Jó, Jeezy-kém, itt van? Szerintem kórházban van, vagy jó. A kórháznál itt van előtt. Öppa! Mr. Swans, próbálkozhatsz meg ilyenek, de tudom, hogy ki vagy nyomva. Halló. Kinyomtadak, mint ahogy szoktam reggel a WC-n, a barna macit. Na, mehetünk barna maci füvéreim, testrészeim, hozom itt a kocsit, és gyerekek, beindítunk, bekezdünk egy kőkemény mindennel is, és reménykedünk abba, hogy kevés MG-s lesz, és remélhetőleg oda találnak a izéhez is. Köszönjük szépen, UB lapokat egy-két hetente szoktuk átnézni, 40 liter van. Vegyek ki valamit, mert... Nem kell, gyere gyorsan, nem kell. Annyi, hogy egy tankolást azt megejthetsz. Bemegyünk ide erre a izére, és már úgy figyeljetek, úgy kell megindítani ezt a menekülést, hogy bejelölitek nekem, kérlek szépen, egyből a autópályát, jó? Autópálya van picák. Jaj. Mondd már Pepinek, hogy Picsuka üdvözölt. Pepi, az ki a Pepi? Sompír! Szia Sompír, köszönöm! Még ájulás közben hallottam. Tankoljátok meg a kocsit! Jaj, jó. Tiszteltem uram, ki ez a kút, nem tudja? Már próbáljuk meg egyszer. Hadó, magához beszélek, uram. Gyerekek, Facebookon már csak ilyen real videókat fogok föltölteni, meg ilyenek. De ebben nincs ebben a kocsiba senki. Uram, maga dolgozik, vagy mit csinál? Hadó. Tényleg nincs senki a kocsiba. Hadó, van valaki itt a kocsiba? Nincs, mindjárt átnézem. De van benne egy gumi. Ez sok embernének kell használni ilyen gumit. Sompír, nyom meg a lájkot! És a megosztást! Tiszteltem, uram. Dolgozni kéne. Dolgozni kéne, uram. Nem pedig lébet szólni, jó? Maga nem az volt a kezelő, bekapta az egyik betegnek? De az volt. Undorító. Undorító szatírál. Vá, fúj, hányok. Hallod, hívj már, figyelj már Béla. Hívj már meg egy kis kajára, meg kicsit éhes vagyok. Jó, veszek. Szerinted milyen? Hívj már meg egy kis kódára, haver. Szom, és el is nyomom ezt a spangdit, mert tiszta idegbe vertek, srácok. Szóltál mikor leszáll? De szólok mindig ki, gyerekek, mindig szólok szamszólni, mikor leszáll. Amúgy pénteken lesz, meg vasárnap este 7-től. Köszönöm szépen. De jó vagy. Van egy két kakaós csigám úgy is, ezt is bevágom. Kakaós csigát teszek, meg palacsintát. A közepét azt hagyd már meg nekem, jó? Kérlek. Jó. Kedves kém, jó? Azt hagyd már meg nekem. Figyelj már, Sompírtata. Sompírtat ott a felső sort, azt ne nézed meg, nehogy elduradja. Na, te meg mennyi pakolt be nekem itt a pénzbe? Aj, ez gyerekek, hát mi ez a bolt? Sorry, out of order. Dick. Frostner csenge. Kis Frostner csenge. Várj, mik vannak itt? Izé van. Chicken espresso. Azt nem látom, az hányos menü pont a chicken espresso. Azt nem tudom, de remélhetőleg van. Hey, uram! Jó, már jönnek a zsaruk, jó? Jó, már jönnek, remélhetőleg túszok is fognak jönni. Max, eljátszod Béda a túszt, jó? Ilyen vegyes körítés eszel. Túsz is eszel, és minden is eszel. Levetkőzzek? Nem akarom elhányni magam. Hol, nem? Itt live-on vissza akarod nézni, az hol lehet? Van egy olyan YouTube csatornám, hogy VVSom a Gaming Short, ott lehet visszanézni. Írjátok be, eddigi kezdetes csatorna, de oda szoktam föltölteni a vodokat. Az a neve VVSom a Gaming Short. Üdv, szép napot! Neked is rád, Gúj Hun! Ne dőljetek! Na mi lövünk? Ja, de van zárva a terület, így beértem. Hé! Ne mozduljanak! Várja, megy már a rép! Jó. Ne parancsolg a szekem! Burgonya fejű! Mi van? Kedd a helyet, meg a sát! Élő. Mit tűz, baró? Hát mit képzel magáról? Ez melyik szerver, uram? Ez a Horizon Roleplay-ról Guy Hun. Micsoda bombaság van alatta. Na, szia Tóth Károly. Szia. 120 ezer like. Na, jó van, pakolja itt a pénzt az öreg. Azt mondja nekem rám szól így. Ne gyere ki! Várjál, beszélj kicsit vele. Haló, van túsz! Rendben.
Rendben. Öcsi, pók. Szebben egy fokkal kérhetem. Uram, nyomja már mindenki a lájkot, hogyha most ilyen jó lájkoljuk gyerekek, most már meg lehet a 200 ezer lájk is amúgy. Amúgy majd tervezek IRL streameket is, csinálni is kacok, szóval lesznek IRL streamek, de azok csak külföldön. Csak most, csak nektek, csak külföldön. Szia Hugo Boy. Hello, szia. Hugo Boy. Igen. Igen. Ki lehet lőve a kerekünk? Valaki kirőtte a kerekünket. Hát uram, akkor hívjanak ide egy szerelőt vagy egy gumist, hogy mit csinálják vele? Hát ők egy gumit. Hát az a gond, hogy valószínűleg a maguk édesanyukájánál is kiszakadhatott a gumi. Oldják meg, ez azból zárva. Amúgy itt tudom venni. Te eszez adán kettő. Hát én régen is nyomtam IRL streameket amúgy. Külföldön, én csak külföldön nyomnék. Berkiren által, azért nem szeretnék. Hé, menjen ki! Főni. Hé, mondtam, hogy átmették zárva, majd szólunk, csöngessen be, kopogjon. Jó? Behívtam a csórót. De ne hívogass be, hát mondtam, hogy átmették zárva, hát nem tudunk fölkészenni, be akarja venni a gumit. Meg mást is. Halló, ki az? Jöhetünk? Ki az, uram? Hát a túlsztárgyaló. És mi a név? Tessék? Hát mi a neve, uram? Nekem? Hát Cserkoleckai kinek? Cserkoleckai Antoine Gutierrez vagyok. Még egyszer, uram, nem tudtam fölfogni. Cserkoleckai Antoine Gutierrez. Jó, mutatja, jelvényszám? Jelvényszám 6354. Jó, kopogjon megint? Kop, ki van ott? Hát nem tudom, hogy ki van ott, én itt vagyok. Én egy rabdó vagyok. Jöjjön, uram, jó? Jöjjön. De amúgy nem látja, hogy ki van nyírva, vagy open? Az azt jelenti, hogy nyitva. Szépen volt, uraim, akkor bemutatkoznék újra, Cserkoleckai Antoine. De nem kérdeztük, már megjegyeztük, köszönöm szépen, nem érdekel. Az elepszíti állománytól, jelvényszámon 63. Dugulj be, mert büdös a szám. Szia, kakó. Na, oké. Okay. Szia. Na, figyelj ide. Barátom. Hallgatom. Hány túsz tartozkodik a boltban? Megnézem, jó? Nem tudom megszámolni annyi. Jó vannak túszok? Igen, jó vagyok! Ne bántson, kérem, uram! Nem fogom bántani magát, kedves hölgyem, jó? Vegyen viszit kicsi a lendületből, ne sibákoljon! Jaj, elnézést! Nem így akartam! Két férfi és egy hölgy van, kedves uram! Megnézhetem őket? Szígyelős a hölgy, mesztelen. Levetkőztettük. Levetkőztettük. De szígyelős, nem láthatja akárki. Minket már megszokott. Akkor hány túsz, három van? Kettő hölgy, vagy bocsánat, két férfi, és egy hölgy, és az IT. És az IT, akkor öt összesen? Hát mi az IT, szemné négy, nem látod. Hát most én számom rá. Hadod, zsíros haj! Te fiú vagy lány? Én. Hát ki más? Én abszolút buzi vagyok, uram. Ja, örülök a találkozásnak. Túlsztárgyal az akcióparancsnoknak. Igen. Még abszolút. Hallgatom. Igen? A boltban van egy pucérnő, két férfi és egy IT, összesen négy túsz. Hatalmas dudákkal azt rádiózol. Hatalmas. Tessék? Köszönöm szépen a feliratkozás, kis Dominik! Hatalmas dudákkal azt rádiózol. Nagyon nagy dudákkal, lökhárítókkal. Elvileg nagyon nagy dudákkal. Lökhárítókkal. És lökhárítókkal. Igen. Hallgatjuk a követeléseket. Szabad út. Jobbra. Teljes. Szögesdőt, off. Arra? Kocsik arra off. Fele? Yes. Túlszárgyul az akcióparancsnoknak. Én nagyon sokat adózok. Próbálok sokat adózni. Túlszárgyul az akcióparancsoknak. Köszönöm szépen a lájkokat, a követéseket, gyerekek. Nagyon szépen köszönöm az ajándékokat. Jobbra, már 7 feliratkozás is megtörtént. Köszönöm szépen nektek. Mi ezt tödébe? Hát háromért szeretnénk. És mindjárt kettő. Uram, szeretnék magának elmondani jobbra. Egy szót, jó? Hívja most az összes emberét be ide, jó? Szeretnék egy új szogent magának mondani, jó? Azt mondja itt az elkövető, hogy jöjjön be mindenki. Mindenki akar egy új szlogent. Egy nagy új szogent, hogy tanulják meg, jó? Feltetkezek. Szeretnék egy új szogent mondani, uraim, jó? Mondja. Csíri fejjel. Azt szeretném elmondani, kedves uraim. Hogy ismerik az elnököt, ugye? Nem. Igen, a legjobb ember városban. Igen. Szuhánszki Péterre szavaztam én is attól függetlenül, hogy ilyen sorsra jutottam, mint Beat, a Blahán. A legkomolyabb ember a városban.
Suhalszky Péter a legkomolyabb ember a városba! Suhalszky Péter a legkomolyabb ember a városba! Suhalszky Péter a legkomolyabb ember a városba! Suhalszky Péter! Fú, de grind az a csávó. Na, heski! Milyen? Ne szálljon el magát azért. Cringe! Nem olyan komoly, uram. Na, menjenek ki, hes! Ütőképesebb vagyok. Akartam igen. Mondani, főnök. Börtönben elfogsz. Na, figyeljetek! Figyeljetek! Figyelj, hogy a Juniornak van bőr a pofáján, de nektek is. Hess innen. Csumi. Ez a szarul, akkor a kámerát. Milyen szar? Nem látod, milyen pacek ember van rajta? A legpacekabb ember a városban. Na, megvan? Hány túlszér? Az összes fért. Köszönöm szépen, Joker, a csillagokat! Azért akarnak, hogy jobbra-jobbra teljes szabadulni. Jó Istenem, az a csávó, de ne is beszéljünk róla. Elvileg egy nő, két férfi és egy IT. Az IT az biciklivel van. Az IT az biciklivel van. És az IT az biciklivel van. Egy a nő meg görkor is. Egy olyan, elmondjam, milyen, egy, mindjárt mondom neki, a Robin bicikliével van az IT. Azt mondja az akcióparancsnok, hogy kettő túsz küldjenek ki. De várjon, kiküldjük, de egyszerre fogunk távozni, de még egyszer mondja a túsz, hogy az IT, tudja az UFO, a Robin bicikliével van. Túsz tárgya az akcióparancsnoknak. Az IT, az az IT, aki a Robin bicikliével van. Robin, egy meditál duásztra. Meditál duátrász. Azzal van az IT, jó? Azzal van az IT. Jó. Okés? Mhm. Tisztelt uraim, a mentős megérkezett a helyszínre. Persze, meg megsüketjük te köcsög. Szétmegy a dobhártyám. Vettél meg a fiam! Miért kelljen csúnyán beszélni? Elnézést! Menjenek már innen, mindjárt át jönnek a lizék. Amúgy meg lett javítva a kerekük? Mi gumminkat is kilőtték, uraim? Nem tudom, de... Megnézhetem? Nincs kilőve, nyugodom. Egy túlszér megnézheti. Hol van a személy? Hol van a személy? Jöjjön be! Nem, a mentős nem megy be. De mi beengedjük. De nem engedjük. Akkor menjenek innen, uram, mert Covid veszély van még a városban. Hát egy egyházi rendvédelem, nem szabad csúnyán beszélni, uraim. De mi nem is beszélünk csúnyán. Jó van, akkor jöjjön maga is. Jöjjön be a mentős. Uram, semmi nem fog történni. Menjen be, mentős úr. Jó, figyeljen, jöjjön be, uram. Beszélje meg. Egy más, csak ide, itt van a túlsztárgyaló, mehetett tesz. Nem megy be a mentő. Hozzá kijem, figyelj! Hozzá kijem. Én diktálok, jó? Nem maga. Megölöm a túlszokat most már, nagyon ideges vagyok, de jövő van a nagy dudás csajt. Ne. Milyen csajt? Hol van csaj? Bent. Maga csajt erre volt. Ne vicceljen, többet ér. Bántam oszta. Nem, én nem vagyok ilyen fiszkó. Szerintem az nem erőszak történt. Jó, na, helyes. Uram, ne beszéljünk ilyen drozó. Akkor vigye be a mentőst. Jó, jöjjön. Mentős úr. Mentős úr, van magánál kis készpénz? Van, igen. Na, annyi lenne a lényeg, hogy igazából nem az embereket kéne megszerelni, hanem a kocsimon ott a kereket ki kéne cserélgetni, jó? Szóval vegyél itt gumikat, azt cserélj csak ki, jó? Na, olyan nyakas baszok neked, hogy hatot fogsz átni. Akkor nincs is beteg? De a kocsim az nagyon beteg, lyukas négy kereke. De én életeket mentek, nem kocsikat basálni. De most a kocsit is megmented, annak a kocsinak lelke van, jó? Értem, de ennek a kocsinak nagyon komoly lelke van, jó? Értem, de nincsen. Figyelj már! Készpénz, de nem érdekel, hogy akkor kártyára... Uram, a mentősnek le fog járni az ideje! Figyelj már, kopoltyú, neked már lejárt. Neked már lejárt, mióta megszülettél, szóval most dugulj be, jó? Várjál, most veszük neki a... Most veszük ki a izéket, a... Miket, mindjárt mondom, te gumikat az kicseréli a kocsikon. De nincsen kilőve. Nem baj, megnézi, jó? A nyomást is. Hallod? 27 bált rakjál bele, jó öreg? Mennyi pénzt kell kívánni? Az összeset, haver. Hát... Most viccelsz? Hát egy 10 000-et vegyél már. 4 000-re. Állj, most ne viccelődjél már, jó? Gyerekek, köszönöm szépen, már 270, köszönöm szépen a lájkokat, gyerekek, mindjárt meg van 150 ezer lájk, de királyok vagytok, és az új embereknek meg köszönöm a követést. Hány ember követett be most, meg van a 100 lájk? Uram, kérdezzem már meg, hogy megtekinthetem a járműnek a gumiainak az állat. Várja, uraim, egy másodperccel fog rám a megafon, meg az emberem megnézheti a kocsimnak az állapotát? Nem, most azért küldik ki a mentős, nem? Nem, mert most inkább az emberemet küldeném ki. De uram, mit nem látja? Teljesen jó állapotban van. És a mentős felkapom és megmutatom neki, úgy jó. A baljakat nem látjuk. Kapjon fel. Akkor idehozzuk az autót. Jó, kösz.
Nem, viszont meg kell hatolnunk, ha valami rosszságot csinálnak. Nem hatolunk be, nyugodj már meg. Amúgy se járnátok jól. Viszont behatolunk. Idióta, miért mondasz ilyet? Amúgy se járnátok jól, amúgy se járnátok jól, behatolnátok meg. Olyan a im van alattam, gyerekek. Tudjuk, tudjuk a legjobb lők. Itt van bent Óleves, Mustafa, Nelsonka. Úristen! Ezek jó lövők, uram. Vundika, se. Sebe is előre. Kéne kell átadnom a 14-es. Ki a legnagyobb lövő a városba? Kaku, a kaku. Hát Mustafa, nem? Hát nem tudom. Álló, Gerdei uram. Gerdei a legjobb lövő. Én azt hittem, hogy... Akkor a mentő is ezt támozik. Jó van, mi beszélsz így velem? Bazd meg. Bazd meg te. Hát ott a mentős random. Na gyertek, ott állnak a rendőrök. Hát gyerekek, rajongók. Hát de nem kell ez közben. Na figyelj én uram, mehetünk? Figyelek uram. Akkor figyelj jól. Készen álltok, mert nagyon, távoznának. Nagyon távoznánk. Hallod? Még nincs megadva a szabad útja. Tessék? Még a szabad út sincs meg. Hát akkor csináljátok, mert mire vártok? De ezek az autisták össze-vissz rövöldöznek. Hát arról nem mihet tehetünk uram. Be tudja mondani ennél. Nyomjad... Tudja mondani, hogy handicap egy autista? Figyelj, inkább nyomjad a dájkot, jó? És duguljál be. Hol nyomom? Nyomom. Hol? Hát haver? Nem nyomom, mert le van főve a bibi. Na, le van főve, érted? Még én hogy beszélsz a nem? Tényleg? Dobjál csak még? Miért nem ezzel kezdted? Na várjál. Hát mi jóba leszünk. Na nekem egy telefont, uram, nincs rá pénzem. Sosem adok magának, jó? Kérem, uram. A fodrászra sincs, ahogy látom. Igen. Várjál. Olyan akarom, hogy nem akarom. Ez akar, betakar. Én nem akartam le a hajámat, uram, mert ez családi van. Na figyeljétek, hogy beszéljek inkább itt a kedves a tévénézőkkel. Na és kacok, nagyon szépen köszönöm a lájkot, mindjárt megvan a 150... Jaj, el is felejtettem, közben csak pénzt. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a lájkot. 136 ezer lájkról a streamen, köszönöm szépen nektek. És kacok, nem tudom, hogy megvan a 100 új követő. Aki esetleg itt van és új ember, mint Tóth Zsolt, és dobott egy rózsát, azt is nagyon szépen köszönöm az, a rózsákat is, meg nem tudom, hogy miket, az univerzumokat, vagy a lájonokat, ezt hadom, ilyen párbajozó. Volt. Dobjátok be az univerzumot, meg a Lion-t, nem tudom, hogy ezek picsodák, én csak egy mezei streamer vagyok, de köszönöm szépen, hogyha belájkoljátok, és bekövetitek a csatornát, mert ez nekem egy hatalmas segítség, én ennek is örülök, de ha dobtok valamit is, ilyen ajándékot, annak is nagyon örülök, azt is nagyon szépen megköszönöm, és meg is hajolok előttetek, fogd be a szádat, jó, most már. Tessék? Uram, ne kíváncsiskodjon, aki kíváncsi, hamar megöregszik. Nem baj az. Na figyeljen uram, most már mennénk, jó? Hát uram, várjon. Rendben? Mire? Megeszek addig egy narancsot? Tapsra. Hát mindjárt tapsolunk, 2-3-at. Puh, kárszeg. Erre kell várni. Akkor mehetünk? Nem. Igen. Na most tapsuk. Mire várunk? Gyerekek! Előre, és akkor teljesítik. Egyszerre távozunk velük. Azt mondják, hogy egyszerre távoznak velük. Jó, várjon, jöjjön mind... Jó, az lesz, hogy egyszer távozunk, elmondom mikor távozunk, jó? 39-kor, jó? Hátra menjünk a túszokhoz, oké? Okay? 39-kor távoznak, hátra menjünk a túszokhoz. Dobjátok takacsót, így futunk ki. Köszönöm szépen az ajándékokat, nagyon szépen köszönöm az ajándékot, nem tudom elolvas neved, mert fekete barátom. De nagyon szépen köszönöm a GG-et. Így futunk ki, jó? És megmondjuk, hogy túszok vagyunk, ne lőjenek. 39-kor, 1 perc. Ha maszkot nem vegyük. Hát... Ti leveltitek, én nem szeretném. Mondjuk nekem van egy másik ruhám. Várjál, van egy ültetem. Ha? Semmi, maradjon ez így. 39-kor megyünk, jó? Streamet vissza lehet nézni, igen, a WWSuma Gaming short oldalon YouTube-on, WWSuma Gaming short oldalon vissza lehet nézni. Nem tudom, hát beraktam a Magnum a kedvencem. 39, ura. Ne jöjjön átra! Ne jöjjön átra, szégyenlős a hölgy, nagyon szégyenlős. Szégyenlős vagyok. Ne bántsad. Ura, hölgyem, vegye fel ezt a törölközőt. Ne lőjenek, túszok vagyunk, ne lőjenek, túszok vagyunk, ne lőjenek, túszok vagyunk. Ne lőjenek, túszok vagyunk! Ne lőjenek! Megy! Hát ez így tényleg nagyon jó ezekkel az emberekkel elpézni. Fejbelül. Ó, Istenem. Ez egy jó menekülés volt.
Annyi eszetek van, mint a marék hangyahúgynak. Amúgy az amúgy durva. Hát de miért nem sokkornak akkor ki? Easy win, easy win, easy win. Felkapít az úriembert, arré viszem. Elkezdem áthoz az úriembert, talaknál egy alkát, azt elveszem, talaknál három darab metet, azt is elveszem, egy jointot is talaknál, azt is elveszem. Hát de most nem lett volna jobb egy üldöző serpét nyomni amúgy? Hányan voltak a rabláson? Hát te se nem tudom, hárman szerintem. De szerintem többen voltak. Hát fingom, most jöttem meg. Voltak. De én azt nem értem amúgy, hogy... De amúgy, hogy miért nem... Amúgy tényleg tök jó üldözés lehetett volna amúgy. De azt mondtad, nincsen túl. Mert nem tudtam meg, de ennyit mondtam, hogy hátul vannak, hát én azt nem tudom. De amúgy meg miért nem akkor sokkolnak ki amúgy? Hallod, E2Hunt lootolt ki a csávút? Melyiket? Tele van még joint, meg pisztoly. Amúgy tényleg ilyen loot goblinok amúgy. Futál össz egy pisztolyt. Sok, amúgy tényleg ki tudtak volna sokkolni, és akkor legalább egy bevisznek engem, vagy nem, miért ültek le? Jó, és akkor elvesztél három darab medtárgyat. De amúgy miért nem hívtok nekik ment? Az urnát találok. Ezt most tényleg elrontották nagyon durván. Hívjunk neki mentőt, vagy nem? Hát... Felkapom az urat, mentős úr. Amúgy én nagyon megkérdezném tőle. Mentős úr, ide! De meg... Írak reportot? Kérdezzük meg, nem tudizok be, de írok reportot. Fejbe lőttek, de amúgy írok egyet. Nagyon rossz is. Mentős úr, jön az. Kijöttünk a boltból. A meneküléshez. Készen. És fejbe. Úgy láttam, karon lőtték, vagy vállal. Hát fejbe lőttek. Én itt látok egyet a hasán, egyet a lábán, meg egyet a kezén. Meg a fején. Akkor biztos úgy van, ahogy az úr mondta. Akkor kancsolok a kollégák, hogy lesz kikérni. Viszont hozzá egy autót. Hogy ezt miért nem tudjuk ezt, gyerekek, miért nem tudjuk egy normálisat? Jó, de meg egyből. Csak én megkérdezném itt a dolgokat itt a rendőröktől. Hozzá autó. Ezt szédek, de miértem amúgy. Hozzá autót. Egy, kettő. Amúgy meg fejbe lőttek, amúgy már egy lövés gördült elő. Egy, kettő, három. Tesó, hát, ezt most miért csináljátok őszintén? Hát az ömöbés be a kezét, hát én nem tudom. Én sem, amúgy, mert amúgy, meg a másik most, amúgy őszintén, most csak bagunk közt mondom, amúgy akkora fejes kaptam, hogy egy golyó rendült el is, full életkedvel feküdtem meg. Én mondtam nekik, hogy menjünk. De a másik, de várj, hogyha ide akartok fegyverezni minket, akkor miért nem jöttök ránk, vagy miért nem sokkolsz ki a kocsiból, vagy nem tudom, hogy melyik. Én nem lőttem és semmit. Jó napot, kedves uraim. Berakom ide az urat. Hát nem mi, nem a... Hát a kollégái, de miért nem beszélnek meg uraim? Hát most őszintén, most megmondom maguknak, hogy ebből egy több dolog ki lehetett volna hozni, és nem azt mondom, hogy nem lett volna jogos, hogyha maguk ránk rottanak, hogyha most így már kiderült, hogy nincs túlsz. Az lett volna a terv, uram, kim volt a behatóngok, csak maguk megedőztek és hamarabb jöttek ki. De hát... Várj, itt egy... Mindegy is. Ahó. Igen. Gyerekeket rátok joinolok már, vagy 4x5-szer, miért nem szól az, aki reportot írt? Nem hát tudom, én írtam. Ja, te írtad, és? Te írtad a reportot? Azért írtam a reportot, mert én meg akartam volna itt kérdezni, teljesen normálisan, nem is akarok senkire se szankciót kérni, csak tényleg én meg akartam volna azt kérni az egész egységtől. Mert amúgy én tényleg megértem, túsz nélkül raboltunk. Szabályszegés szabályba ütközik, de ahogy láttam, hogy tényleg belementek a srácok amúgy az RP-be, nem is tudom ki volt a túlsztárgyaló, olyan én jót voltam. Beszélgettünk, olyan jó volt amúgy, és azt hittem, hogy belismernek az üldözésbe, tényleg tök sok egység volt kint, de hogyha esetleg még nem is lett volna üldözés, én csak azt akartam, hogy megkezdve akkor, hogy amúgy meg tényleg megfog, kijöttem és egyből fejbe lőtt a csávó, ki is tudott volna sokkolni, ez az egyik. A másik meg, hogy tényleg lehetett volna egy teljesen normális dolgot kihozni belőle, vagy egy jó üldözés, mert valószínűleg én azt mondom nektek, hogy 70-80%-ra, mert most az FPS-e miatt így TikTokon live-val a kicsit így lejjebb ment, de hogy azért elég sokan voltatok, szóval hogy egy tök jó dolgot ki lehetett volna hozni, és miért nem hoztuk ki ebből? Úgyhogy az elején annyira jó volt, szóval nem értem.
Hát én direkt izért, amikor mondtam is, hogy mondtátok, hogy milyen túzok vannak, berádióztam, azt ott izértek, hogy hagyjuk meg, hogy milyen vicces vagyok, hogy én így rádiózom be. Közben ugyanazt támadtam, amit ti, hogy én bele akartam menni, mert tudtam, hogy üldözés lesz, és akkor... Hát jó, de akkor látom, ezek szerint sikerült megbeszélnetek. Hát, jó, gondolom, én most nem tudom, én azokkal beszélgetném inkább, mert most itt a például a Two-Star-gyó, aki ott volt, meg a másik srác, aki itt van, most ez egy tök normális, én inkább azokkal a félel beszélgetném ezt a dolgot meg, akik igazából fejbe lőttek, vagy akiknek igazából ez volt a terv, hát hogy meg utána, mert utána oda jön a csávó, és oda mondja a húdámhoz, hogy easy win. Hát a gyerekek, nem erről szól az RP. Jó, nem is arról, amit néha én csinálok, aláírom, mielőtt bárki megkövez és rám dobja. De hát most ebben tényleg egy jót ki tudtunk volna, mert ahogy észrevettem, mindenki élvezte az RP-t, és nem egy ilyen jó, nagyon gázol. Jó, akkor szeretném, uram, hogy ide hívjam a gyilkost. Én kíváncsian megkérdezném, jó, igen. Jó, akkor elhívom. Mohi, az nem jó, ha kiírunk egy sorakozót, és kiírunk egy sorakozót, és ide jön mindenki. De lehet, hogy az de más egység. Kérdezzük meg tudom de tudom, hogy ki volt. Jó, csak nem feltétlenül az mondta az Easy Wind, aki fejbe. De nem is, az ő is fejbe lőtt, hát ő lőtt először. Egy jövő és tiszi. Akkor menjünk benne, jó, menjünk bejjebb. Úgy gyerekek, de amúgy nincs igazam, amúgy őszintén. Most, és a nézőktől kézem van itt 286 ember. Meg szeretnék kérdezni mindenkit, hogy hogy látja ezt a helyzetet, és nagyon kíváncsi vagyok. Kis segítem az urat. Én tiszteltet? Nem beszélek tisztelettel, Varga Bence, úgy kezdtem, hogy nem is szeretnék szankciót kérni semmit, csak megbeszélni ezt a problémát. Én nem vagyok tisztelt tudó, hát ennél tisztelt teljesebben nem tudom mondani. Most se. Nem? Ennél jobb, ennél tiszt... Az úr fegyvertelen volt az úr? Én? Nem is voltam, akkor fegyverem, akkor kifutottam. Feltett kézzel, úgy futottam, hogyha túlszok lennénk. Értem. És megkérdeztetem a Bálintudat, hogy miért azonnal éles lőfegyvert használ, miért nem pedig sokkoló. És fejbe húztál, haver? Ki én? Hát te. Nem is lőttelek. Hát te öltél meg. De lőttelek, persze. Egy golyóból meghaltam. A rádióban azt üvöltötte az Ethan Hunt, hogy lőjünk. Ha kifutott, jó, rögtön lőjünk. Jó, esetleg azt tudod, hogy ki beszélt a hullához? Azzal sokat segíthetsz magadon. De nem kell, csak azt is megkérdezném, hogy annyira kiízni. Igen. Én nem beszéltem, én csak motoztam a izésomát, én csak motoztam. Tudom, hogy nem te voltál, azért kérdeztem. De nem azért, nem szankció, csak én meg akarom kérdezni, hogy csak egy, de tőled is amúgy, hogy én azt nem értem amúgy, vagy aki nem tudom kiadta a parancsot, és én ezt tényleg nem tudom megérteni, és utána tényleg folytassuk az RP-t, én belemegyek ebbe is. Tényleg, csak azt hiszem, hogy amúgy basszus, tök jó belement a túlsztárgyaló, mindenki is, és basszus, kimegyünk, amúgy még abban is belementem, hogy ha kisokkoltak a kocsiból, már oké, és akkor folytatódik tovább. De vagyok fejen húz, utána még föl is tud a mentő, és amikor már egy kicsit elmegy a kedvem, meg utána odafut még a húdához egy-két ember, hogy easy, vagy csinált egy ember, inkább nem beszélek több eszebb, hogy easy win. Ezt sem értem, hogy amúgy üldözés is jelentett volna, mert amúgy szerintem tök jó üldözés lett volna, mert tök sokan kijöttetek amúgy az esetre amúgy. Szóval... Én megmondom az őszintét, hogy volt egy másik rablás, de direkt a tietekre mentünk ki sokan. Hát igen, amúgy. Állott elkezdett, és direkt kimentünk oda, hogy akkor... Nem felesleges Ádámtól, épp az, hogy nem felesleges, mert meg kéne beszélni, szerintem tök jó, hogy megbeszél normálisan. Hosszú hajú srácot megkérdeztem, miután felszedtek, hogy amúgy ez mi volt, és hogy ennyit mondott nekem a gyerek, hogy azért lőttek le, mert maszkba vagyunk. Mondom, jó, és akkor mondom az elkövetők, akkor hogy menekülnek el? Mondom, aki maszkba jön ki, instant ledurantod, vagy mi? Hát, hogy igen, mondom, akkor miért nem sokkolsz? Szóval hát mert hogy így kirohantunk. Mondom, ja, mert meg volt beszélve, hogy 39-kor menekülünk, és akkor kijövünk egyből, de hát ő még 38-kor gyorsan begovolt, hogy behatolnak ránk. Nem mindegy, szóval figyelj, nem... én azt mondom, én nem vagyok ilyen izé rossz szintet, vagyok rossz menni, nem. Folytassuk akkor tovább, nyomjuk így az RP, csak én tényleg lehetett volna egy tök jó üldözés, főleg azért ma amúgy, most így magunk közt mondva, a nézőim nagyon szeretik amúgy ezeket az üldözős RP-ket, attól függetlenül most kevés az FPS-em. Én nagyon örültem volna én is neki, mert nekem is a kedvenc RP-szem néha az üldözés, és tényleg nagyon szeretem, csak hogyha még nem is sikerült volna, az akkor is örültem volna, hogy legalább valami normális, nem tényleg fejbe húzás, meg utána inkább ez a DMS szogelnyomás, hogy easy win, meg ilyenek, hát most nem is volt a üldözés kettőnk közül, hát igazából olyan, mint hogy ilyen szabad prédákat lettünk volna elő, mint hogy ilyen a vadászok rálőnek a hattyúkra, vagy nem tudom, érted? Szóval, ja. Meg azért is próbáltuk úgy leérpézni amúgy ezt a dolgot, hogy devettük a ruhát, mint hogy a túszkén szaladunk ki. De mindegy, nyomjuk tovább. Jól van, uraim, hát akkor, hát igen, itt tartottunk. Így színevet tudok mondani csak, vagy mindjárt nézem. Az nem elég, egy ID lenne jó. De mindegy, nem kell, beszélj vele akkor, tesó.
Én nem, jó. Tehát, hogy beszélsz, hogy akkor nekem tök az minden. A bossz úr azt a hajó. 104, jó, akkor vagyok, jó? De most hallgassunk ki, vagy menekülést akarsz? Hát tesó, most hol meneküljünk? Hát már behoztál. Ki, hallgassátok. Mohi, engem vissza tudsz bringelni? Ebbi hát. Vigyázzatok, akkor rárakom a billét. Jó, most az legyen itt, aki itt volt a beszállításnál. Két ember elég ide bőven. Hát üzem a bal kezét, szépen az úrnak rá, aki vezető szállt, elkezdem vezetni. Hát amúgy ebbe is igazad Martin Kobolt, de látjátok, én normálisan meg tudom beszélni, szóval én nem vagyok én ilyen szőrös szűrű tudaj, szóval hogy mindenkit egyből berakok, mert okay, nem tudok veszteni. Tessék, így kedves van. Uram. Szvátos vagyok, kedves uram. Dehogy nem rontották el Martin Kobolt, mert föl tudok menni. Ó, én nem vagyok azért ilyen nagy bűnöző, kedves uram, én csak egy piti izé vagyok. Vagyok ilyen kalapban, mert megtehetem. Azért, hogy... Én értem meg a megteheti. Azt nyomjátok azt a megosztást. Na, mi van már? Én szerintem nem szokott Mákos gubázni. Majátok, nyisd az ajtót. Nyisd az uram, ajtót, uram. Tegy egy nagyon szoros, be, nagyon szoros jó, a bilincs. Uram, elmondjuk a jogait, jogában van hallgatni bármit, jó. Amit mond. Felhasználható maga ellen jó. A bírósággal. Jogában van ügyvédet fogadni. Rendben, szeretnék élni ezzel a lehetőséget. Köszönöm szépen, puckupapa, a súlyzókat. Önnek kirendelünk államilag egy ügyvédet. Ó, az se lenne jó. Hát nem tudom, hogy van-e rá pénzem. Hát az állam fizeti azért. Szia, Skywalker Bozsa, szevasz! Köszönöm szépen a lájkok, a gyerekek, megvan a 150 ezer lájk. Levenni a bilincset meg ezeket a dolgokat nagyon fáj, már elszorítja a vérkeringésemet. Még át a ruházatát, nehogy meglepjen minket. Hát már itt a Dude Goblinok már kiszedtek rólam minden sajnos. Megvan a 160 ezer rájk, mindjárt kacok. Szia Skywalker Bozsám, szeretek, imádom. A gumiabroncsot te vegyék el, azt most vettem a Hankookból, kérem, jó? Ádám Roland vagyok, személyesen. Jó uram, megmutatkozzájon helyet, kedves uram. Nita Hunter, törzsem, szám 0456. Uh-huh. Mindjárt mutatkozik a kollega és akkor megkezdik a kihallgatást. Jó. Csárlaszka, Jantan, Gutyerezők, az LSPD-től, jelvén számom 6354. Uh-huh. Értem. Köszönöm szépen a rózsát! Nos, uram, akkor szeretnénk... A TikTok-ját is köszönöm. Elsősorban. A nevem... Uram, Ádám, Roland. És nem Ádám Martin, nem összekeverő a legnagyobb magyar focistával. Perce, Szoboszai és Puskás mögött. Ádám Roland vagyok, személyesen. Egy kis ember. Kis ember a városba. Mikor született az úr? Én? Kedves uram. Fú, ez egy jó kérdés, mert nem tudom, árvaházba születtem. Amikor kitolták a szülészetet. Igen, jól mondja itt az úr, köszönöm szépen, amikor kitoltak a szülészeten. Bocsánat, egyébként uram, szüksége van ügyvédre, vagy... Szeretnék egy ügyvédre kérni, addig szeretnék... Addig mondjon semmit, kedves uram, köszönöm. De én szeretnék beszélni, mert én úgy érzem, hogy... Hogy szeretném magam megvédeni, mert köszönöm szépen, kedves uram, lekötelez, kedves uram. Nagyon lekötelez, kedves uram. A másik, amit el szeretnék mondani, hogy árvaházban születtem szegény körülmények között, és nem volt túl jó a sorom. Kényszerszülés volt. Miért? Igen. Durán, nincs össze még az olvány? Van nálam egy, megmutassam. Megmutathatjuk. Mutatom. Ádám Roland vagyok. Személyesen. Kamu személy van, skacok, kamu személy, csak mondom nektek. Csak nektek, csak most. Itt van rajta a születési dátum, uram. Akkor felolvassam, mert olvasni is nem tanítottak meg az iskolába, ahol járt. A két első, három másodika van, én tudom az. Hát, nekem nincs 8 általánosom, se. Azért mondom, két első, három másodika van. Jól beszél az úr, igen, köszönöm. Maga lehetne ügyvéd is. Hát van praxis, van rá. Ugye nem tudtam. Gyerekek, mindjárt megvan a 160. Felolvassa? Mondhatja a számokat is egyesével. Mit? Mikor született? Nem tudja. Maga? Nem tudja. Orvosi dokumentáció van, hogy diszkalkuliás egy kicsit. Jók. Egy kicsit. Covington szed. Igen. Azt a papírt fel tudja mutatni? Melyik papírt? Amin az orvosok ezt... Uram! Nem, otthon hagytam a tárca, a híd alatt szakok. A budai vár alatt. Én tudom, biztos, én tudom ezt tanúsítani, hogy az úr a híd alatt lakik. Én szoktam ételt, italt vinni a kedves úrnak. Igen, meg a Máltai szeretett szó. Igen, így van. Máltai szeretett szolgálatnál vagyok bejelentve. Kedves uram, segítök egyébként, jó? Uram, meg van százszor. Hogy a testvér, hogy ennyit tudom. Én a, kérem szépen az apukája vagyok. Ez a nevelt apja, így van. Értem. És én vettem gyám alá az urat. És uram, az hogyan, hogy maga jó oldalon áll, meg a rossz oldalon? Hát én át beadtak árvaházba engemet. Uram. Tudja még a nevelés.
Még az hátra van. A nevelés még ezután tudja, még fiatal. Fiatal, 94-ben született. Az 28 éves. 05. Ez nem olyan fiatal, uram, az már 44. Hát azért, na, mi rüvesz 1994, uram? 30, bocsánat. Úgy a vétrendőr, mert hatalmas kórú. 30 évesen kezdene venni az urat? Na hát most miért ne, uram? Maga is elkezdett. Sosem késő. 40 évesen polírozni a bohócot, tudja, ez ilyen. Hány évesen vette magához? Én kérem szépen, jaj! Amikor nem szabad, uram. Köszönöm. Ott volt egy így. Mikor 18 éves. Igen, mondom, hányan vagyok a szerv... 156-an vagyok a városban. Az agyám alá. Agyámom alá vettem a kedves urat. Jól tette. 12 év alatt nem tanította meg neki a számokat. Na. Hát annak az iskolába kell megtanulnia. Maga, uram, maga be tudja magyarázni egy fogyatékosnak, hogy okos. Már nem azért. Vagy egy okosnak be tudja magyarázni, hogy fogyatékos. Érti? Nem mindegy, hogy itt ki a bilit, vagy itt ki a bilit. Ugye? Jó, értem. Jó, akkor tegyük fel, hogy akkor emellett ellenézünk. Köszönöm. És akkor az úr, amit követett, akkor maga szerint az mind meg se történt, mert hogy arról van papírja, hogy maga a tudatán... Beszámíthatatlan, piros lapos, uram. Azt mindjárt gondolod. Sárga, te okos! Hát most kiállították? Robóta, hanem kiállították a fociba, vagy miért piros? Nem, na. Nem tudja, az azt jelenti, hogy kiszámíthatatlan az úr azért piros lapos, mert akármit csinál, ilyen pottyos, vannak ilyen beütései, tudja. A sárga lapos, te okos. A feje elborul, nem lát semmit, fekete köd és megy előre. Ez igaz, tudja. Rákerestem az úrra. Tudja ilyen, tudja ilyen. Nem tudja ura. És igen, ezt tudja, vannak ilyenek ura. Tudja. Értem. Azt a rohadt. Jó, akkor... Ezt nem akartam elmondani őszintén, mert kicsit szégyenem. Ja, értem, jó, de tessék, igen, akkor mondja nekem, igen, mondja. Azt szeretné, hogy az összes vádat ejtsük ellene, mert hogy... Hát ne, igazság szerint... Bevonulok a kórházba. Örülni, szeretném, hogyha ejtenék a vádat a fiam ellen, ugyebár, és a számlát nyugodtan átadhatják nekem, kedves uraim. Nyugodtan kinyújthatják nekem, én ígérem, hogy megnevelem a kedves urat. Igen. Jaj, ne! A nevelőapám! Itt van az ügyvéd fent. Ajajajajaj. Mennem kell, a világ csak rám vár. Oh, mit csinálsz? Hát elengedtek! Elengedtek! Köszönöm! Mit csinál, uram? Éj, bántalmaznak! Bántalmaznak! Segítség! Segítség! Apu, segíts! Apu, segíts! Folytassuk a kihallgatást, kedves uraim! Segíts, apu! Aki nem ide tartozik, kérem, fáradjon el. Apu, segíts! Köszönöm. Folytassuk a kihallgatást. Jó? Köszönöm. Miért mentél a bankról? Jó, uraim. Ingeltek. Hát nem csináltam semmi rosszat, uram. Hát elengedtek. Na mi lesz? Miért ne jöjjünk ide? Mert két ember hallgathat ki egy ember. Jó, és itt uraim. Nézünk ember. Nyugodj már, legerizolom, hogy már nagyon feszít, mert legkéne nyugodjon, jó. Meg mindenki. Jó, nyugodjon meg mindenki, kedves uraim, köszönöm. Át kéne vennie itt a szatosnak, itt a magának kéne átvenni itt az ügyet. Kedves uram, akkor kivel tárgyaltam az előbb? Nem hallom, uram. Velem beszélt, azt mondta, hogy meg fogja tanítani a fiát. Így van, meg fogom tanítani. Nagy, rossz sorsom volt. Kedvességet vállalok a kedves úr iránt. Viszem is egyből a kórházba, elkísérem. Köszönöm. A kórházba már elkísérem. Dehogy nem, még terapeutához elvihetem. Jó napot! Pszichológushoz is elvihetem, uram, a fáradjon be, maga az ügyvéd? Igen, én lennék az ügyvéd. Be tudnám mutatni az ügyvédi papírját? Az kint maradt a kocsiba. De egyébként fel. Az önkormányzattól jöttem. Jó, megnézem vele a papírokat. Jöjjön, uram, megnézem lenne a papírokat. Jöjjön a... Ki ne engedjétek az embert, mert ha itt elkezd elszaladni... Nyugi. Nem fogok. Fölöltöztem, hogyha már úgy van. Kedves uraim! Uram, ez a ruha, ez ilyen passzol. Kedves uram. Dehogy nem, ez hivatalos. Megyünk az izére, nem? A bíróságra. Elviszem a kedves urat. Elviszem a kedves urat. Terapeutához. Apu, segíts! Segíts, apu! Köszönöm szépen. Annak nagyon örülnék, hasznos. A számlát tessék átnyújtani nekem. Befizeti apu. Ez nem így működik, uram. Befizeti elhiszem, apu. Nem így működik. Apu szvattos. Apunak viszek. Én azt értem, hogy szvattos. Uram, ezt mi csak ezt egy brahiból csináltuk a haverokkal. Uram. Ja, be voltak rúgogatok. Tessék már, ne, uram. Megittunk egy mátyás keserűt. Ja, értem. És nem voltam túl jól. És beütött, uram.
Fú, nagyon azért raboltam ki a boltot, mert nem akart még egyet tudja, adni. Most megy a híradóba, hogy a Mátyás kesejükbe valami van, visszavonták az összeset. Igen? Ezt nem is tudtam. Tudja. Ez, erről még a nem is hallom. Uram, hát csak az övé. Na mindegy. A kedves úr, piros lapos, és szeretném akkor elvinni terápiás útra. Gyerekek, piros lapos vagyok. Roham kezelésre. Igen, uram? Jó, kedves uram. Még egyeztünk, elviszem, kezességet vállalok érte. Azt megköszönöm, kedves uram, az jó esne, kedves uram. Jó, akkor, akkor itt a fialkú piros lapos, mint azt említette. Igen, nagyon nagy a piros lapos. A figyelmeztetésképpen, uram, akkor kap egy sárga lapot, jó? Ó, azt köszönöm szépen akkor. Az jó lenne, amúgy, hogyha kapnék egy sárga lapot, mert nem sokára megy itt a Budafok Vasas is. De hogy ott is kapjak egy piros... fog nyerni. Ki fog nyerni, uram? A Vasas az nagyon alul van. Nem, megtettem a Tipmixet, bátya. Ma lesz a meccs! És ki nyert, indul. A Budafok! Uram, akkor tessék átadni a számlákat, zárjuk a videót. Ott lesz a Budafoki keresztapa? Nem ott tudom. Ott szám. Mindenki ott lesz. Ő lesz a bíró. Aki csak számít. Ha nyomsz egy lájkot, te is ott leszel. Tudnám, hol kell, biztos. Ja, mondom, gyorsan, megsugom, jó? Mondjál itt a közérdekű közleményt, Gúnya Péter. TikTokon. De tudom, hogy ott kell, de hogy? De mondd el hát közérdekű közleményt, amit megtanítottam neked. Közérdekű közlemény, kedves uram, TikTokon beírja, hogy www.somagaming1. Na nézem, csak hogy kell. Így van, és nyomjon, 1000-re nyomja azt a kibaszott kijelzőt. 1000-re kattingasson rá. 1000-re. Aztán toljon egy megosztást és iratkozzon meg. Uram, atyám, köszönöm szépen a kocka. Szoktam nézni a szopórólereket, uram. És hát tolja 1000-re, kedves uram, tolja. Az most elmaradt miattatok seggfejek. Éj, az úgy komoly van. Jújj, Dék, hát mi nem tehát, Dék, mi van itt, Dék, ez időkapu. Időkapu. Hát mi ez? Nem mehetne át az bolyóálló ablak, jó, csak szorul van megcsinálva. Mehettek a kóra? Uram, nincs szükség az ügyvédre? Nincs. Nem, mert már szabad ember vagyok. Majd kifizetem. Jó, uram, uram, rakják rám a rágba, nincsen, csak hagyd menjek már a Budafok meccsre. Jó, igazom, uram, jó. Most már nagyon ideges vagyok a Budafok meccsre. De tedd már le a bilincset, vigyél ki a Budafok... Kiszállítom. Hova viszted? A Budafok meccsre vigyél! Mondjam a címet a Budafok meccsre! Gyorsan. Mondom a címet. Mondhatom? Hallgatjuk. Na, a cím? Mondhatom, írják a GPRS-be? Írom. Promontor utca. Aha. Tényleg az a cím? Köszönöm szépen, kedves uram. Na gyűjjön, fiam. Uram, a mérkőzéshez szeretne rendőri kísérletet? Gyűjön, a kezdőrugást szeretném elvégezni. Meg fogjuk csinálni, megoldjuk. Hát akkor sírni fogok. Nem ennek szabad, nem, az MLS behozta az új szabályt. Nem lehet vezetni a labdát a közép. Ez most komoly. Ez az autó? Aha, behozták múlt héten, amikor Úristen. A kisgyerek rávezette az MTK. De utána a következő meccsen meg a paksiknak nőtt. Hát akkor nem is fogok fizetni ilyen kezdőrugás, meggondoltam. Nem kell, uram, nem kell. Én vagyok Budafok tisztelt polgára, tudják, uram? Uram, nem is erre kéne hozzam, hanem... De jó fej vagy. Mit csinálsz, more? Ha lefele kell, öreg. Vigyél már valahova a friss levegőre. Hova megyünk, ember? Hát a friss levegőre. Hát oda de szeretnék hát, menni. Tudom, csak... Hét azt hittem, hogy el kell vigyem valahova, de nem kell. Uram, a mérkőzésre szeretne rendőri kíséretet? Természetesen szeretném. De uram, itt a városi futballpályát lebontották. Jó néhány hónapja. De nem sokára szólunk itt a... Van egy jobb vagyok itt az önkormányzattal, szólunk itt a Karácsonygerédre, az fölhúz egy kis stadiont. Csak a főpolyik előtti útra ne rakjon bicikli utat. Csúcsák az arab, csúcsák a pénzéhez. Nem tudtam. De most már tudom. Köszönöm szépen, gyerekek! Ne, én. Zsóri Dániel szeretem. Ne, lenged, hagyd, most már így nézem, mint a friss levegőt. Uram, tudja, kinek a személye van nála? Uram, a nevelő apja hol hagyta? Nem tudom, köszönöm szépen. Azt mondta, vigyázz magára, meg hogy megnevelj, azt már elhagyta. Köszönöm szépen, hát megyek a Budafok meccsre. Gyerek, sietsünk a Budafok meccs. Nyisd már ki, sietünk a BS Budafok meccsre. Nyissad már ki. Kihallgattam el ezt Lidin. A Budafok meccsre megyünk. Hey, nyisd már, vigyél már a Budafok meccsre. És ez hol van? Buda a főpubliknál. Főpublik. Duralj már be a Budafok meccsre. Szia. Köszönöm, uram. Nagyon szívesen. Hú, a Budafok meccs az komoly lesz most. Nézi, izgul kicsit. 8-kor amúgy. Szerencsétek a közelbe. Izgul, uram. A Budafokért? Izgulok amúgy, tényleg. Rendben, uram, ennek örülök. Köszönöm szépen, uram, lekötlet.
Na, skacok, ki kellett lépjek, mert tényleg megyek a Budafok meccsre, viszont nagyon szép, itt gyerekek, meg kell köszönjek nektek nagyon sok mindent amúgy. Ki is rakom magam hatalmas nagyon nagyba. Szóval még maradjunk már itt kicsit streamen, hogy hagyd tudjak már veletek egy kicsit komolyabban beszélni, mert most ez nagyon jól esett amúgy, sok minden amúgy itt tőletek. Nagyon szépen köszönöm nektek amúgy első körben, hogy így 5-kor volt a stream, így talán a harmadik vagy negyedik TikTok streamemen, ami GTA volt. Ilyen sokan voltunk, majd voltunk 330-an is volt a legtöbb néző egy időleg, ezt nagyon szépen köszönöm nektek, skacok. Ez tényleg amúgy nagyon jól esik. Nagyon szépen köszönöm az új embereknek, akik bekövették a streamet, mert 140 új követő jött a stream alatt, szóval nagyon szépen köszönöm az új követőnek. Én a mai streamre mindenkitől szeretnék kérni egy pontszámot, hogy egy 10-es skálán hogy tetszett nektek. Én a mai streamre adnék egy 8-ast, nekem ez tetszett. A héten úgy lesznek streamek, hogy pénteken este 7-kor lesz stream, és vasárnap este 7-kor. Minden nap fogok róla kirakni sztorit is. És most felraktam egy új TikTok videót amúgy. Arra nyomjatok már légy szíves egy lájkot a legutolsó TikTok videómra. Akkor még sheriff voltam, kicsit régebbi, de kicsit beleraktunk egy kis pluszt, kicsit egy plusz töltetet. Szóval szerintem jó volt, és itt írjátok a pontszámokat, valaki 7-es, 8-as, 10-es, 10-es, mivel droidok voltak a PD-sek. Nem baj, viszont már lehet, hogy amúgy már pénteken jók lesznek a dolgok. Nagyon szépen köszönöm amúgy gyerekek az ajándékokat is. Ma 20 ajándékozó volt a mai streamben, nagyon szépen köszönöm nektek, tényleg skacok, külön köszönet itt a ajándék. Kok Janán, tényleg nagyon szépen köszönöm ezt nektek, skacok. Pénteken ne felejtsétek el este 7-kor, Facebookon a menetrendet ki szoktam írni, van egy Facebook oldalam, a Vévisuma Gaming oldalon, ott többféle információt láttok, plusz TikTokon is ki szoktam írogatni a dolgokat, meg csinálok a sztorit is, meg a saját Discord szerveremen is. Szurkolok mindenkinek is, most vége van, így van, vége van, de nagyon szépen köszönöm tényleg az új követőknek, aki még utolsó pillanat beköt, ezt nagyon szépen köszönöm, tényleg köszönöm szépen itt a pontszámokat, és egy GBL fülesen van, viszont most már el kell induljak a Budafok meccsre, szóval még egyszer nagyon szépen köszönöm a figyelmet, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és köszönöm szépen az utolsó utáni pillanatban a követéseket, és ne felejtsétek el tényleg az utolsó videómat tici újra közölni, vagy belájkolni, az is nagyon-nagyon sokat segít. Nagyon szépen köszönöm, sziasztok! Csók a családom. Hello!